Ez lehet csak az első hang, amit felvettem. Új hét, új mi, megint visszatértünk. Ez a GRDG Podcast 14. adása. Hála a jó Istennek, hogy már megint itt vagyunk. Hála, tudjátok még mi hála a jó Istennek? Hogy végre megint én vezethetem a műsort, mert olyan control freak vagyok az előző részekben így... Látszott rajtad amúgy. Muszáj egy új témát feldobni, muszáj azt mondani, hogy... Elég tág a pupi lett, Krisz. Fú, nagyon örülök, hogy végre itt vagyok, és nagyon örülök, hogy van még valaki itt velünk a stúdióban, Dr. Garamvölgyi János, szociológus. Én is örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Semmi téma János. A transgender átalakulás, a női vokál hangszálak beültetésének az eredménye. Ilyen van amúgy? Élete. Nem tudom, aztán nincs amúgy. Papi, milyen hangot ültetnél be magadnak, hogyha lehetne? Lizót. Lizó hang? Lizó hangot. Hát, hogy gondold már, tehát, hogyha ha ilyen male to free female, Pont szóval, így. Hogyha méltó freemailbe mennék át, akkor így ilyen Lizó hangot szeretnék magamnak. De szerintem nem te választod ki sajnos. A hormon kezelés az, ami egy kicsit így eltolja. Na és akkor szögezzük is le, hogy nem Garamvölgyi János a vendégünk, hanem... Majoros Fanni. Sziasztok. Az ikonikus GRDG legenda. Először van... Nem, amúgy egyszer már voltunk egy podcast adásban, pont 4-en. Igen. Csak nem ebben. Az volt az első podcast debütünk, ez a Meme Boring Show volt. Boring Show volt, hogy meg lehet hallgatni ezt az epizódot. Nagyon mókás. Ott kezdődött a mi podcast múltunk, és hát újra együtt az aranycsapat. Persze. Azóta rengeteget fejlődtünk, mondjuk. Hát. Pedig az egy legit rádióban volt. Milyen irányban? Ja, a Boring Show az egy kimondottan egy fasz a stúdióban volt. Ahhoz képest kezdjük beérni. Eper rádióban. Eper rádió. Tényleg? Shout out az LT-nek a rádiója. Uh-huh. Igen. Kezdjük beérni. Ott ugye ez egy teljesen hangszigetelt szoba volt. Itt most már legalább egy, nem tudom, ez látszik a fény a videóban, de hogyha remélem a pistében látszik. Rögzítve. Igen, egy darab hangszigetelő szivacs már felkerült a falra 3 hét alatt, de így amúgy szerintem hozzáadom úgy ez a adásnak a renoméjához, hogy folyamatosan részről részre, hogy van miért nézni a YouTube-on, hogy ne ezen a héten mit újítottak a srácok. Na, felkerült egy darab szivacs. Előző héten felkerült a ledsáv. Olyan, mint vannak ezek a játékok, hogy tudod, ilyen, mondjuk egy ez a kopasz csávó, ilyen kopasz bajszos csávó házat épít, és az a reklám, hogy tudod, hogy így mondjuk a kádat megjavítod meg ilyenek, aztán amikor letöltöd, akkor igazából csak egy Candy Crush. Ez csak egy Candy Crush fel. Homescape. A Candy Crush-ba házakat kell javítani? Nem. Ez egy házjavítós. Ja. Sose értettem. That's how mafia works. Amúgy sose értettem, hogy mik ezek a kamu játékok. Aha. Mert kibaszott, vannak játékok, amik annyira érdekelnek, hogy így, játszanék egy ilyen játékkal tényleg. Például az animés. Nem, mondjuk van ilyen, hogy tudod, így futsz, és akkor így gyorsan el kell dönteni, hogy plusz 4 embert akarsz, vagy 3 annyit, meg ilyenek. Nem, csak én látom ezeket a reklámokat. Én is azt hittem először, de ezt Metsz a Pistivel már felhoztuk, hogy ő neki van ilyen játék, és mondom, hogy hogy a picsába, hogy ahhoz le akarok tölteni valami ilyet, annyiszor scam. Tehát annyiszor így a nap végén valami... Nem tudom. Hát ja, az a legjobb az egészben, hogy akkor rátalálsz arra a játékra, az is scam. De amúgy mi volt az animés játék? Volt egy ilyen, hogy... Genshin Impact. Azt nemrég töltöttem le sajnos. Tényleg? Jó? Nem, arra... Amúgy jó. Tehát a Fanny Genshin Impact. Ennyit erről, nem szeretnék továbbiakban beszélni. Tényleg jó, nagyon jó lesz a varrat. Látom, a kizárt témák között itt van Genshin Impact. Igen, felírtam. Nem, egy ló férfit kell etetni répával. A My Horse Prince. Így van. Mondjuk a My Horse Prince játék. Az volt a probléma, amúgy kézzétek el a régebbit, az egyen régebbi teló módon rajta van a My Horse Prince, de nem tudom, hogy elérhető-e App Store-on amúgy nem. Most a My Horse Prince. Fanny, a nézőknek el tudnád mesélni, csak hogy még miatt belemegyünk mélyebben, hogy mi is a My Horse Prince így nagyjából? Hogy mi a játék? Hogy így... Hát elmondtam az előbb, etetni kell a lovat, és így össze kell vele jönni, egy ilyen szerelmi szál a fővonal. És az, hogy a ló hogy néz ki. Tehát ez nagyon fontos, hogy a teste ló. Ember a feje. Így van. Igen. Hát ilyen antropomorf lény lényegében. Uh-huh. Igen. Nagyon olyan, mint egy kentaur, csak konkrétan csak a feje egy anime fej.
animes rácfej. Elég viccesen néz ki egyébként, nem tudom, hogy van ilyen vágókép majd, amit ide be tudtok rakni róla. Igen. Fanny csinál így, és akkor oda fogom rakni a nice. Tökéletes, ott lesz. Tényleg nincsen fönt amúgy App Store-on. Ja. A régi telómon rajta van, megkeresem. Nem töröltem. Vagy lesz ezek valami olyan Android emulátort, amire rá lehet rakni, és újra kivisszük a My Horse Prince-t. Akár Twitch-en. Twitch. Gameplay videó. Gameplay videó. Megjelenek ilyen remake. Na, 3D-ben. A VR-ban. Live action. API. Lennél a Horse Prince. Ja, azt hittem, hogy ledaraboljuk egy lónak a fejét, meg egy férfinek a fejét, és összevarjuk a kettőt. És live action. Hát, hogy bábozol vele? Erre még, ezt még nem gondoltam. Ilyen Dahmer sorozat, fúzió. Kicsit ilyen. Hát ennek van most szezonja. Jaj. Így van. Ősz van. Spooktober van. Ja. Tényleg lassan Halloween. Csinálunk majd Halloween specialt? Ez tök jó lenne. Persze, majd így beleszünk költ. Minek költöznek? Apinak. Egymásnak kéne. Egyébként ilyen témájú Halloween-i bullying már volt. Hogy egymásnak költözünk? Igen. Ez amúgy nem rossz. Tényleg volt most, hogy így emlékszek, persze. Vagy 3 éve. Aha, jaj. Köszönöm, most pont, hogyha ezt a szettet venném fel, mint ami most apin van, én úgy néznék ki, mint a... Mint egy rednek. Hát... Mert hárban nem úgy értem. Ja, vagy úgy néznék ki, mint a Nickelback énekese. Tényleg? Vagyis egy rednek. Hát kösz, srácok. Most busztoltátok az önbizalmamat, amúgy elég durván. Ha te úgy öltöznél, mint én, úgy néznél ki, mint nem tudom, ami motoros bandának lennél a vezetője. Ja, az biztos. Rajtad ez ilyen házasodik a gazda főszereplő, a Kriszen meg ez valószínűleg egy ilyen elhagyatott utrividéki ember. Az, tudod, igen, hogy nézel ki, bazd meg, mint nagy feró. nagy feró szedbe vagy. Hát tesó. Megyek a Kossuth-díjra, nem tudom. Ennyi. Kész, nem tudjuk tovább vinni, persze. Eddig bírtam, úgyhogy én így azt mondom, hogy nagyjából nyomjuk el, hogy mik lesznek a mai nap, milyen témák lesznek. Jó, tehát. Let's go. Bemutatkozunk főcím, és addig agyonverjük egymást apival, és akkor utána folytatódik a műsor. Nagy feró. Na jó van. Az előző részben ugye Pisti hozott nekünk egy ilyen kis filozófiai irányt, és ezt az adást hiába az én műsorvezetésem jönne ezen a héten, úgy gondoltuk, hogy Fannival együtt rakjuk össze, úgyhogy Fanni hozott nagyon jó témákat, és úgy gondoltuk, hogy ez a rész az önreflexióról fog szólni, úgyhogy így többek között, de hogy ez önreflexióra hoztunk bizonyos témákat. Váltok, tehát hogy egy pillanat. Mi az az önreflexió? Ez az érdekes benne. Nagyon jogos a kérdés, apám. Vártam tőled ezt a kérdést. Tehát, hogy én nem szoktam ilyen saját... Ön dolgokat, önös dolgokat. Ja. Nem, ez mindenkinek kicsit a masturbálást. Szerintem az belefér az önreflexió, nem? Az egy bizonyos része az önreflexiónak. Értem, jó. Hát, hogyha magadra irányítod a dolgokat. Saját magadnak arcra lősz, ha ki tudsz előre hajolni, akkor jók az önreflexeid. Wow. Jó, remélem, én nagyon remélem, hogy nem ezt jelenti, de ezt is mondd már el, hogy mit jelent az önreflexió, Krisztián. Összességében egy kicsit megpróbálunk befele gravitálni, egy picit megpróbáljuk ebben a részben. Ez meg effektában lecsúszik a mikrofonom. Nem baj, King. Na mindegy, a lényeg az, hogy ebben az adásban egy kicsit megpróbálunk a lelkünk mélyére hatni. Remélem, azt nem kérdezem meg, apja, hogy mi a lélek. És hogy egy kicsit megpróbálunk lejjebb... Nem lenne karakteridegen amúgy, ha megkérdez. Nem, egyáltalán nem. De a lényeg az, hogy egy kicsit megpróbálunk most olyan dolgokba belemenni, ami egy más irányból fogja megmozgatni majd a fantáziáját mindenkinek. Egy kicsit jobban megismerhetik ezeket a karaktereket a nézők, akiket itt hétről hétre néznek, illetve nyilván... Annit. És az első témánk az az, hogy véget ért a fehér srác nyár, kezdődik az alter srác ősz. Nagyon helyes. Második témánk az majd az lesz, hogy mi tesz minket sztereotípikus fehér emberré, úgyhogy egy kicsit erről is beszélünk. Lesz
téma guilty pleasure, azok a mocskos élvezetek, amiket nem merünk bemutatni mások előtt, nagy új emberek előtt. Igen, itt érzem, hogy az úriember, aki nevet a másik oldalon, ő neki van mit menteni erről, de még ne lőd el őket. És lesz olyan hát nyilván attól függ, hogy mennyi fog beleférni ebbe a részbe, de az önreflexió témakör alatt az van, hogy miért te, aki majd válaszol a kérdésre, vagy a legrosszabb emberi lény ezen a bolygón, és majd, hogyha még belefér, akkor vannak ilyenek, hogy milyen állat lenni, a stb., illetve megpróbálunk egy pár tikértétek rovatból egy pár kérdést felolvasni. Yeah! Benne vagytok? Izgalmas. Kezdjük. Aha. Jó, hát akkor én Krisz vagyok. Én Pisti. Én Api. Én pedig Fanni. Értéki, tudod nagyon jó, itt is mi meg ilyen a pont, és hú, ez az intro. Kurva jó intro volt amúgy most, nem? Igen, ez most sokkal jobb intro volt, mint eddig valaha. És most a tényleges intro lesz bejátszva, vajon? Aha. Igen, általában. Nem ezt szoktuk bejátszani. Nem ezt szoktuk bejátszani. Ez egy stock hang, ezen a Rode cuccon. És egyébként egy ilyen rossz amerikai pitel főcímdal imitáció, úgyhogy nem mondta, hogy ez jó volt, a főcímdalunk sokkal jobb. Az amerikai pitel kurva jó volt amúgy annó. Jó, oké. Okay. Most is jó. Most lesz új része. Micsoda? Igen. Aha. De az eredetiekkel? Igen. Micsoda? Már mit csinálnak az ő gyerekei? Most mi nem ugyanúgy ők fognak benne igen, szerepelni. Várjál, gondolkozok, mert valamelyik nap néztem, meg olvastam erről valamit, de nem emlékszek. Arra emlékszek, hogy nem tetszik az embereknek az ötlet. Persze, ez mindig így van. Hát persze, mert ez egy tinikről szóló sorozatként indult. És 40 évesen valaki nem tini szerinted? Meg tudni kell, hogy mikor hagyd abba. Tobi Maguire az volt. Mikor ne nyúzd már a témát. Igen, igen. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy ebben mondjuk egy ilyen nagy fiúk kettő lesz nagyjából, csak Adam Sandlerék nem tudom, finganak meg ilyenek, hanem dugnak. 10 perce mehet körülbelül az adás, és megérkeztünk az Adam Sandler témához. Igen, guilty pleasure, majd utalag. De hát az amerikai pita az egyenes út az Adam Sandlerhez, tehát hogy amúgy nem is értem. Valahol. Nekem de nagyon egy kutya. Mire fog szólni az új amerikai pita? Egy Brunner Meister 50 éves, lecsúszott alkoholista. Nem áll már fel a Brunner Meister. Stifler mamája már meghalt. Stifler mamáját exhumálják. Jézus. Hogy Finch megdugja. Nekrofil lesz Finch. Ez egy nagyon jó indítás. Uram, atyám. Amerikai pite 30. Ezek a srácok még mindig kanosak. Szerintem olyat lehetne ilyen soft rebootba csinálni, hogy így az eredeti karaktereknek a gyerekei már 17-8 évesek, aha, és velük egy amerikai pite, de úgy, hogy egy-két felnőtt karakter is bele van vonva. Mit tudom én, nem a Stifler mamáját akarják megzálni, hanem... Aha, így is mondhatjuk. Hanem azt a vörös csajt, hogy hívják benne? Hát a... Lili az így játszolnyát. Aha, igen. Wow, mekkora csavar, wow, nem? Ez mindjárt a csavarban, az meg... Én biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen kb. 400 millió dolláros ötlet Hollywoodban, amit most itt fölvázoltam. Azért? Lehet, hogy meg fog történni, tehát még ne zárjuk ki. Persze. De én megnézném amúgy. Én szeretem a régi amerikai pitét is. Nem azt mondom, hogy a legutóbbi részek vajók lettek volna. Azóta nekem az volt a baj, hogy idő után már teljesen elvesztette ez a gárda. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen teljesen random emberek voltak, és egyáltalán nem érdekelt, hogy kik vannak benne. Az olyan lenne, tehát, hogy az amerikai pita az olyan, mintha a Hangoverből, a másnaposokból lenne 8 rész most mondjuk. Azt képzeljétek el, hogy... Na, a második is sok volt már. Hangover 8 már csak szimplán az lenne cím, hogy alkeszek. Vagy... Én őszinte leszek, amúgy én megnéztem a Hangover 1-2-3-at valamikor múlt hét előtt, egymás után a három filmet. Egy maratonban. Aha, munka közben. A három tényleg borzalmas. Én azt nem is láttam. Ez a zsiráfos, nem? Amikor a híd lecsapja a fejét. Aha, úgy kezdődik. Spoiler egy 8 éves film. Jó. Aki eddig nem néztem. Wow. Na mindegy, én most nem is nézem amerikai zsiráfokat. Viszont egy tipikus nyári film, ugye az amerikai pite.
Aha. De itt az nyáron kifilmezik amúgy. Ez az. De most itt az ősz. Az ajtás rác ősz. És az első kérdés az az, hogy ugye fel akarod-e hozni magát a... Hogy fogalmazott meg a kérdésben? Igen. Alapból beszéljünk arról szerintem, hogy honnan indult. Maga? Igen, tehát hogy most ugye bejött az ősz, kicsit szomorkásabb, borongósabb minden, és vége van az a fehér srác nyárnak, és akkor gondoltam, hogy ja, amúgy shamingeltétek a szeptumos lányokat, úgyhogy gondoltam, akkor most lehet alter srác ősz. Bocsi, Fanny. Miért mondtuk? Shamingeltük? Mondtunk rosszabbat a szeptumos srácra? Igen. Mit mondtunk, hogy red flag? Szerintem igen, valami olyasmit. Én szinte biztos vagyok, hogy azt mondtam, hogy respekt és tisztelet a szeptumos lányoknak, sőt, bárcsak minden lány szeptumos lány. Én szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem ezt mondtad. Igen. 100%-ig biztos vagyok, hogy nem ezt mondtad, hogy bárcsak minden lány. De azért kedves vagy, hogy így próbáltad menteni. Nem, amúgy nem. Alter srác, hogy néz ki egy alter srác? Szeptum. Bajusz. A bajusz a férfi frufru. De a hipsterrel ne keverjük. A hipsterbe? Hogy abból így evolválódott? Szerintem igen, mi voltunk. Szerintem igen. Mi voltunk ugye a Gólem Fesztiválon, és ugye az az ilyen homofrufrusz gyűjtőhely, és hogy az volt, hogy tényleg frufrus lányok, bajuszos srácok, ez a kettő volt, annyi, hogy a srácok azok úgy néznek ki, hogy van tényleg egy ilyen brutál bajuszuk, és Bundesliga séró. Hát Bundesliga séró. Alter emberek általában. Meg ez a negyedes frufru. Vagy mi ez? És amúgy fasziknál is előjön. A negyedes frufru. Jaja. Az annyira nem cool, én ezt annyira adom, de a mi ez Bundesliga séró, az egy bevállalós dolog. Tehát azért az olyan, hogy így... Bajusszal. Tehát undorító alapból. Konkrétan úgy néznek ki, mint Günther. Mint Günther. Konkrétan. Ki az a Günther? A jutas baj, tralala. Vagy tudom, izé, Dr. Disrespect, vagy Mr. Disrespect, nem tudom, aki ki lett bannolva PUBG-ből. Ja. Nem nézek filmeket. Ez egy streamer. Nem nézek filmeket a Twitch-en. Hát nem nézek semmi ilyesmit, mert becsukom a szememet, és csak így elképzelek dolgokat. Ja, jó. Akkor te egy alter srác vagy. Ezt így kimondom. Alter srácok... A hipsterekből evolválódtak egyértelműen. Az biztos. Tehát, hogy voltak régebben is alter srácok. Igen. Egy idő után már alternek lenni nem volt alter, azért hipsterek lettek. Aztán hipsternek lenni se volt alter, úgyhogy újra alterek lettek. Igen. Alter srácok elmennek egy Carson Coma koncertre, és tudat alatt ott van az, hogy amúgy ők lesznek az a 30%, aki fiú, és azt mondják, hogy nem a pináért mennek, szinte biztos vagyok, hogy de. Én szerintem az alter srácok nem a pináért mennek, hanem a zenéért. Pináért? Van az a mém, amikor van a hat mozdon egymás mellett, és akkor így én is mondja, mi a srácokkal, amikor 30Y koncert után várjuk, hogy kijön. Leizzadt frufrus lányok. Igen. Na és hogy ahhoz nem kell szerintem alter srácnak lenned. De ahhoz alter srácnak kell lenned, hogy tényleg a bogoszt kira partizzál. Na, de egy alter srácnak akkor van septum piercingje is. Szerintem lehet. Előnyös. Tehát, nem feltétlenül. Fülbevaló. De inkább szerintem a zené Tetko. Keresztül fognám ezt meg. Hát. Mi a legalter? Mit kell hallgatnod, hogy alter srác legyen? Hát a 30Y az pont ilyen. 30Y az nagyon. De nem csak magyarban gondolkodnék. Ja, például az Adam Sandlernek van egy ilyen gitáros lemeze, az például szerintem senki nem hallgatja konkrétan. Tehát ha azt hallgatod, akkor geci vagy alter vagy. Igen, ez az alter kifejezés, nagyon sok minden lehet igazából, hogyha te fűrész hangokat hallgatsz Spotify-on, mert az ez noise, és ez meg ihlet engem, akkor az is egy alter dolog. És én ilyen szempontból szerintem sok alter dologgal rendelkezem. Pont ezt akartam kérdezni, és nyilván kifutott volna ide a téma, hogy szerintetek ki a legalterebb közületek? Api. Én. Szerintem Pisti. Szerintem is én vagyok az. Szerintem Pisti, Api a legalterebb. Én full mainstream vagyok. Tehát, hogy annyira mainstream vagy, hogy ez már alter. Api Nicki Minajst hallgat, tehát hogy az egészen más, de Api lenne, várjál, hogy mondjam, Api lenne alter inkább olyan szempontból, hogy Api jó nomád lenne.
szerintem, aki így megy így a lovon, és így lecsapja a parasztokat, mondjuk. A pió ilyen alter. Nem lenne. Tudom még hova tenni, de folytas. Az az alter ja, ember, az a van, aki, ja, aki a belvárosban alter ember, azzal én sokszor tudok azonosulni. Ja, mondjuk én nem tudnék ez a tarisznyás magyar lenni, hogyha erre gondolsz amúgy, tehát akik a tarsolylemezes magyarok, hogy Nagy Magyarország zászlós pólóba nyilazni menjek a... Fradi Újpest meccsre. Mi a fasz? Hát ezek az új magyarok, nem? Ja, hátrafele dobják el a szotyit a Fradi meccsen ma. Csak a Trianonon tudnak sírni. Igen. Na, az igen. Új magyarok, ez a no hungaricus. Homo hungaricus? Nem, ez no. Hát, no. Ez már egy ilyen next level. Hát az next új hungaricus. Igen. Nem, én ez nem tudnék amúgy lenni, Pisti. De szívesen hallgatok Nicki Minajst a kocsiba. Valami másra gondoltam. Katy Perry, Last Friday Night. Igen. Ennyi. De amúgy szerintem az, hogy alter vagy, az nem csak zene. Tehát az, hogy, hogy kinoát és bulgur teszel, az is vagy nem tudom, ilyen életmód, nem tudom, buzi vagy, a másik pedig az, hogy... Alter vagy. Alter vagy. Hm. Ez igaz, ezzel értetek. De figyeljetek, csak egyik oldalban lehet alternak lenni amúgy, tehát hogyha én ilyen kinoát meg bulgur tennék, vagy esetleg, hogyha csak steaket ennék például. Az nem Jordan nem ugyanaz a megítélés. Igen? Szerintem. De szerintem ugyanúgy egy szélsősége amúgy így a... Ezért gondolom azt, hogy te szélsőségesen popot hallgatsz. Amúgy az lehet amúgy. Úgyhogy szerintem te egy alter srác vagy. Hmm. Nem lehet szélsőségesen populáris dolgokat csinálni. Dehogy nem. De közben meg így telibe kakkant mindent. Tehát így az elegy. Csak azt mondom, hogy maga az, hogy alter, az szerintem amúgy nagyon is köthető a zenéhez, de szerintem a szubkultúrához mindenképpen, köthető. Mindenképpen. És igen, nem csak a zene, de mindenképpen szubkultúra. Tehát mindenképpen az, hogy szerintem a városnak, amúgy Budapestnek vannak ilyen, biztos másik városoknak is vannak ilyenek, de vannak részei a városnak, ahol az egyik az alter rész. A másik az itt a... Az? Szerintem az alter... Madács tér az egyértelműen az alter rész most. Újpest városkapu. Az is egy másik szubkultúrához kezdhető. Az is nagyon és én mondjuk én imádom a Madács teret, de tudom, hogy ott Apival nem futnék össze. Apival néhány utcával arrébb futnék össze, az mondjuk a Gosduban, vagy a... Fogasnál? Dobozban. Vagy most nem mondom be az Api lakcímét, de ott, ha becsöngetsz. Ja. Amúgy a 7. kerületben lakok, azt elmondom én simán. Kicsit. Amúgy a Fogas az tényleg alternatív hely, szerintem. Pont hétvégén voltam, tegnap, meg tegnap előtt, ott, koncerten. No. Azért nincsen hangom egyébként. Én nem szeretem azokat a helyeket, tudjátok, van ez az ideális szórakozó hely, amikor ki tudsz menni, csillálni, kicsit halkabb zene, ilyen kellemesen chillingel, aztán van a koncertterem, ahova bemész mondjuk mozgulódni egy kicsit, és hogyha kimész, akkor azt annyira nem hallod, csak úgy a mélyeket. És itt üvölt a zeneként is. Az jó amúgy. Nagyon kellemetlen. Ez egy klub, ez tényleg, ez így mindenhol kőkeményke, hogy... Aha. Én mondjuk az én helyeket szeretem. Hát a Mori 2 például, az egy ilyen. A Mori 2, ja. És ami tényleg? Na, hát igen, Mori terem R&B részlegében táncol Api, az teszi őt igazán alterré. De mi a fasz, nem? De hogy nem, figyelj már a Pisti, ne idegesítsél már, tehát, hogy Az, hogy a Smoke Weed Everyday-re csápolsz a Mori alaksorban, az nem alter. De geci alter. De. Látod be, hogy hogyan vereti? Figyelj, amúgy szerintem lehet, tudod, ez vannak azok, akik így unironikusan szeretik ezeket a zenéket. Igen. És így vannak azok, akik így unironikusan túltolják az egészet, mint én. Szerintem az már egy alter. Tehát, hogyha... Szerintem az, hogy hány darab Jégersört meg tud inni az Apiba, az meg a Morizonzma, az már egy alternatív dolog. A Jolly Presso-ban keserűt önteni a saját sörödbe az alter dolog? Nem tudom, hogy Jolly Presso-ba bemenni. Kicsit, de nem ettől. Amúgy mitől lesz valami alter? Most így bemész tényleg így kipucolva a
fogasba, egy alter buliba, attól még nem leszel alter. Az, hogy felveszed a makkos cipődet a Carson komára, azt hanem alterebbé tesz, mint egy alterebbé tesz téged, mint egy frufru. De amúgy, bocsánat, nem, azt még tisztázunk, bocsánat, hogy a populáris, az amúgy semmiképp nem alternatív. Teljesen. Hát pont a két különböző, igen, ellentét. Szerintem. De figyeljetek már, várjatok, tehát hogy Krisztián, nekem beléptem a kulcsom a szót, mert bazd meg, ez nem hiszem el. Tehát, hogy ne haragudjatok már, tehát hogyha ott van 10 ember, velem együtt 10 ember, és mindenki bazd meg egy frufrus. Egy frufrus. Egy homofrufrus. Én meg ott vagyok, érted, nem tudom, egy lizós pólóban. Aha, tökéletes. Akkor én vagyok az alter a csoportban, nem? Tehát akkor azt te nézzük... Te vagy a különc, de attól nem leszel ez, alter. Ez ugyanolyan, mint hogy... Ők lesznek az alterak, alterok, hogy kell ragozni? Alterok. Alternatívok. Igen, és te leszel a különc. De szerintem nem. Mindig ez a harc. Normik és denkes arcok. Gondolod már, tehát, hogy ez minden csak perspektívának a kérdése. Underground és mainstream, alter és pop. De értem, hogy amúgy figyelj, téged el... mindig a környezetet határoz meg, és akkor te egy ilyen kisebb halmazban vagy. Én azt értem, igen, de attól nem leszel alter. Csak kisebbségi. Hát most ez, nem akarlak ez kikasztítani. De pont azt akarom. Nem. Mit jelent az alternatív szó? Azt jelenti, hogy valami olyan, aha, ami más. Mint a populáris. És mint ez valami populáris. De hogyha 10 emberből 9 ugyanolyan, akkor az a populáris, jó, nem? De várj, az, hogy mi a populáris, az nem az a 10 négyzetméter fogja meghatározni, hanem a nagy tömegek, érted? Hány, de jó, és nem. Hány ismerősünket ismered, aki mondjuk, nem tudom, de az alter kultúrából szeret zenéket, és hány embert ismersz, aki twerköl a Morrison's R&B teremben, akkor bejön Iggy Azaleától, bazd meg a Fancy. Én csak egyet. A másodikból én is, mondjuk, ha én is ott lehetek, akkor már kettőt. És az egy az Ati. Igen. Úgyhogy nekem ő alt. De nem erre akart kimenni a téma, ne egyezünk meg abba, hogy nem egyezünk meg a dolgokban. Így van. A lényeg az akar lenni, hogy alter srác, alter lány, hogyan válik valaki azzá? Amikor egy alterlány alterlánya változik, akkor történik az életében valami, uh-huh, amikor belenéz a tükörbe, mondjuk, elindul, beindítja bazd meg az elefánt diszkográfiát, shuffle-ön, aha, csak néz a tükörbe, és elkezd így... I must. Ez unironikusan történt már meg velem is. Na. Frufrut vágtál magad. Nem frufrut, de levágtam a hajamat amúgy a tükör előtt, wow, ordító zenére. De hogy amúgy szakítás. De nem csak az alternányok. Ugye a nők többségében. Nagyjából általában azért így a nőknél észrevehető az, hogyha történik az életükben egy olyan dolog, ami ilyen traumatikus, vagy akárcsak mérföldkő, hogy új társaság, mondjuk új munkahely, új iskola, szakítás, bármi, vagy új kapcsolat, bármilyen nagyobb jellegű dolog, akkor leesett a cipőm sarka. Mondjuk. Akkor láthatjátok azt rajta, aha, hogy nem tudom, új hajszín, új, teljesen új frizura, teljesen megújul. Mi csinál egy srác kópingolásnál? Tehát, hogy mik azok a dolgok, amit mondjuk egy szakítás, egy új társaságba kerülés, egy elköltözés, egy bármi. Alkoholizmus. Ki? Yes, sir. Ott van. Én amikor... A piát iszol. Én amikor... Rasszista leszel. Ez nem jött kérdezni. Wow. Az utolsó két szakításom után mind a kettőnél azt éreztem, és egyébként ezt a múltkor voltam egy rendezvényen a Toldiban, és ott így volt. Ez elég ilyen... alter helyem úgy. Csak mondom. Nem akartam én mondani. Mit teszi alterré az, hogy minden koncertet oda szerveznek mostanában? Azt teszi inkább alterré, vagy... Kicsi a férőhely. De tök mindegy. Kicsi a férőhely. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy beszélt, így voltak ilyen nagyon normális emberek, és hogy így kicsit így, nem, én hülye voltam hozzájuk képest, akkor ott jártam, és így próbáltam rebeszélni az embereket, hogy amúgy szerintem így néha így bele kell menni egy ilyen szakításba így néhány évenként, mert hogy akkora boostot ad egy hónapig, hogy így, velem mindig ez van, egy hónapig úgy érzem, hogy így
kurvára minden lehetséges. És aki így megyek, elhiszem, főleg az utoljára, amikor tehát a... Tehát mániás izébe kerül? Mániákus depresszióba kerül. A mániákus szakaszába kerül. A mániákus szakaszba. Még a tagadás rész, vagy hogy? Ezt nem tudom nagyon megfogalmazni. Ezt a Krisz tapasztalhatta utoljára, amikor, ez, amikor a hosszú kapcsolatomnak vége volt, ez 4 évig tartott. Uh-huh. És utána, amikor így vége lett, akkor olyan ilyen trippeim voltak minden egyes nap, hogy felkeltem, és így, let's fucking go, és tényleg találkoztunk a Kriszékkel, és így, már baszassuk már, és olyan, olyan energiát éreztem, mint még szerintem soha ezelőtt. Igen, olyan van, mint hogyha folyamatosan, mint Asterix és Obelix, és akkor mondjuk így van Asterix, aki néha felszív egy csík kokót, és akkor volt mondjuk Pisti, akit így gyerekkorában megfürdettek egy ilyen egy kondér kokóban, és hogy így olyan volt így Pisti, hogy így hónapon keresztül, mint hogyha folyamatosan, te úgy, hogy saját bevallása szerint, és a tapasztalatok szerint teljesen józan volt. Persze. Hát nem, be volt baszva sokszor. Hát meg volt a kontraszt, nem tudom. Miért nem tudtál csak szimplán alkoholista lenni, mint mindenki más? Vagy mondjuk sokkal eljárni edzeni. Volt. Vagy szóval az edzőterem is ilyen. Igaz. De szóval kigyúrják magukat a férfiak. Ez igen. A coping, meg bebasznak. Nincs ilyen, hogy mondjuk szőkére festik a fanszőrüket, vagy... Én levágattam a hajamat, amikor ez volt. Csináltad, vagy ilyesmi. De te is így ahhoz kötötted? Határozottan. Én akkor, nekem ilyen hosszú hát, olyan hajam volt ez a pillanat, csak oldalt rövidebb, és én akkor így fogtam magam, azt így levágattam 3 millisre. Para. Yes. Ja, emlékszem, és tényleg több kopasz volt. Ja, most is ilyet akarok. Wow. De nekem ez volt a coping. So nagyon gizda volt, nagyon gizda volt. Hasonló állapotokban vagyok mostanában, by the way. Úgyhogy amúgy let's fucking go! Mondani szeretném, hogy hoztam hajfestéket. Kéket. Annyira nem volt most hosszú az a kapcsolat. Alter srác ősz. Igen. Mennyire vagy megmenve? Van még egy kis matetám. Nem vagyok eléggé megmenve. Amúgy matetát inni alter srác dolog. Szerintem úgyhogy, is. Amúgy... Én Monstert iszok. Amúgy az Alter. Négyünk közül te vagy egyedül, aki Monstert iszik most. Úgyhogy te vagy az Alter. Tutti juice. Mondom, hogy nagyon menő dolog. Shameless reklámozása a Tutti juice. Könyörgöm, Tutti juice, támogass minket. Igen. Könyörgöm, Tutti juice. Annyira jó. A Tutti juice istenéhez könyörgöm. Coping mechanism. Igen. Te hogyan kópolsz, amikor egy új életszakaszba kerülsz? Nem kópolok. Elfojtod. Ja, amúgy ez legit. Valahogy azért kell. Nálunk olyan volt mindig a családi környezet. Csémik, hallgatnak, fogják. Tök oké. Olyan volt mindig a környezet, hogy így nem nagyon foglalkoztak otthon olyannal, hogy így neked valami problémád van. Mert nem voltatok érdelgősek. Senkit nem érdekel. Így már értem. Tehát így lendülj túl rajta, vannak dolgok, amiket csinálni kell, és megy, haladjál. Szóval, de az is lehet egy coping, hogy workaholism. Ja. Ez real. Tehát, hogy az is egy férfi kópolás. Én általában nekem az a copingom ilyenkor, hogy... Van az a mém, az geci pontos, hogy így a csajok egy szakítás után egy nappal, és akkor nagyon szomorúak, a srácok így nagyon vidámak, egy héttel utána, akkor így kb. Mind a ketten ugyanabban a szakaszban vannak, és akkor így egy hónap után, és akkor csaj nagyon boldog, és a srác az nagyon ki van. Akkor én eljutok ebbe az egy hónapos fázisba, akkor van az, hogy így én a videójátékokkal kópolok. Hogy így, én alapvetően úgy gondolom, hogy ez egy elég ilyen time fucker dolog, és hogy így azért így kevésbé rakom az ilyen prioritás listámba, és olyan, hogy nagyon-nagyon el tudok csúszni ezekre a dolgokra. Meg akkor kevésbé éled meg a reális dolgokat. Igen, meg ugye, amikor egy sorozatot nézek, akkor így ki vagyok olyankor, hogy így elkalandozom, de amikor megjátszom, akkor így valahogy az van bennem, hogy így irányítom, nem tudom, hogy lefoglalja több részét az agyamnak, a fasz se tudja. Ja, tehát, hogy ott vagy jelen. Az amúgy... Az office-ban volt ez, hogy a Dwight, az, amikor ilyen rossz szakaszában volt, akkor csinált egy ilyen roleplay karaktert, ahol saját magával játszott, tehát megcsinálta magát egy ilyen anime roleplay világba, és akkor mondjuk így ott töltötte így a napi 10 óráját. Na, ez ilyen szinten nem süllyedtem el. Ez nem elsüllyedés amúgy, srácok, tehát, hogy így ne haragudjatok, már a saját univerzumotoknak a mestere vagytok, tehát hogy így azt csináltok, amit akartok, kingek. Senki nem mondja meg nektek, hogy mit csináljatok, akár copingként, akár nem copingként. Real shit. Ja.
Ezek szükséges dolgok. Mi, ezek most így másra akarsz hallgatni, hogy így te mit csináljál akkor, amikor valamit van kedved csinálni? Nem. Honnan tudod, hogy az jobban tudja? Ja, én nem más miatt, én egyszerűen csak szimplán úgy érzem, hogy ez egy ilyen... Számítózni akarsz? Számítózzál. Nem a számítózásról szól, hanem az, hogy egy nem tudom, bazd meg, mi volt Second Life-ban, írogatnék, lehet, hogy egy olyan srác a gép másik oldalán, mint te, csak női karakterrel, azt arra verem a faszom a gépet. Tehát azért ilyen szintre nem szeretnék eljutni. De vált egyébként az a fura, hogy ugyanazt csinálta, mint a való életben, annyi, hogy volt egy jetpackje. Ja, tényleg ennyi volt a különbség. Azt hiszem, ugyanúgy volt farmja. Ugyanúgy nézett ki. Igen. Tényleg ugyanúgy is nézett. Amúgy az Office jó volt. Nagyon jó sorozat. Amúgy én arra kíváncsi vagyok, hogy Fanni, neked egyébként mi most itt átmentünk a csávó coping-ra, neked a kék haj az ja, egyébként de ügyet? Érdekes, mert évek óta nem festettem át, pedig azért, aha, nem tudom, történnek dolgok, de egyszer most kék lettél. Így van, és az amúgy nem tudom, hogy mihez köthető. Tehát az nem feltétlenül egy ilyen valami nagy eseménynek a hatása. Szerintem biztos, hogy valami volt. Valószínűleg. Biztos. De most, hogy így mondod, a Helix piercingeim, azok így mindig vizsgai időszakban készültek. Így elkezdesz piercingezni vizsgai időszakban? Ja, de tehát nekem is van egy ilyen limit. Tehát azért szeptum, mert például, hogyha kiveszem, akkor nem látszik a helyem. Meg azért a fülem, mert az nem annyira extrém. Tehát nekem is van egy ilyen megállj. Uh-huh. Bennem is. Uh-huh. Tehát például a szemöldökbe raknál piercinget? Ó, nem. Uh-huh. Főleg nőknél az nem, így, szerintem, de ilyen, van, akinek jól áll egyébként. Így a szád fölé, nem tudom ezt, hogy hívják ezt a részt. Ez a dohányboltos. A dohányboltos piercing. Ez a Madonna piercing. Madonna? Ez a Madonna. De jó, hívják ezenféleképpen. Jó, én úgy hívom, hogy dohányboltos piercing. Na, ilyen kőbányai dohányboltos piercing, ebbe vállalnám mondjuk egy ezresért. Nagyon nem. Jézusom, minek kűnök? Nem. Srácoknak, vártok srácoknak, melyik arc piercing a... ami megengedhető Fanni. Aha. Attól függ, hogy alter srác vagy-e, vagy sem. Szerintem én csak nagyon egy bőrdarabot lerágok az ujjamról, de hogy egy, melyik az, amelyik így, amelyik szerinted okés, tehát egy septum piercing okés egy srácnak? Hát az inkább szerintem lányos dolog, de ki, aha, vagyok én, hogy ítélkezzek. Van, akinek tényleg jó. Majogos Fanni, vagy ítélkezzesz nyugodtan. A múltkor láttam egy srácot, akinek volt septum piercing, és rájöttem, hogy mi lenne az én sorsom, hogyha lenne septum piercingem, ugyanazt csinálom, mint a srác, állt a buszon, így kapaszkodott, és azt láttam, hogy hogyha így csinált a szájával, így csücsörített, akkor ugye hozzá tud érni. És csak annyit csinált, hogy így hátra húzta, aztán így előre nyomta, és rájöttem, hogy nekem is ilyen, ezek az ilyen fixációim, azok tuti, hogy erre vezetnének, hogy így ezt csinálom, és észre se venném magam. Jó játék, amúgy. ez a nose ring, aha, nem is tudom, hogy hívják. Valószínűleg nosing. Ez az oldalsó karika, szerintem az jól tud kinézni, meg nem is nagyon srácoknak is? Ja, azt mondom. Ja, igen, srácoknak. Ja. Mondok egy jót, lógós fülbevaló, aminek kereszt van a végén. Nem, tudom. Redfleg. Nagyon is. Oké, és ilyen nagy karika fülbevaló srácoknak, mint a... Ezt lányoknál sem értem. Az Esmeraldának van a kvazimódó. Nem ezt akartam mondani. De... A fültágítóra gondolsz? Nem. Nagy karika fülbe. Karika fülbe. Nem láttam még ilyet, hála. Dehogy nem láttál már. Hát ilyen Nódráméni koncerten nem voltál még. Ekkora arany karika fülbe való. Nem láttál még. És a fültágító? De ki jár Nódráméni koncertre? Bocsáss, hello, megtaláltál. Hello. Kik az alter? Na, és a fültágító? Régen jónak. Oké, okay, mekkora fültágító az okés? Kicsi. Nem tudom, nem vagyok. Egy méteres. Tehát... az kemény. Az így meddig derekod, így gyere. Oké, tehát hogy egy ilyen hullahopot így beraksz, és el tudsz lépni rajta, azt szerintem amúgy rohadt menő, csak... Másodiknál leszakad a fülöd. Igen. Nem, várjál, tehát egy ekkora. Nagy. Igen, ez mondjuk egy mennyi, 20. Férfiak, nem mindegy, kicsit többet kell van. Fantasztikus. De igen, szóval ez már nagy. Na jó, hát ez volt az első téma. Altersrác. Te nem is, ja, de mondtad. Én mondtam, hogy nálam a videójáték az, ami egy kicsit jobban, vagy hát kőkemény alkoholizmust, azt mindenki elmondta. Tehát ilyenkor nyilván... Amúgy én nem iszok családban se.
Nem iszol? Soha. Családban is sem. Nem, soha. Azért, mert az összes felmenőm alkoholista volt körülbelül. Na, hát ez nagyon nézé, tudatos amúgy. De ez jó, mert visszatartó erő. Tehát ja, de én már nem is ebben akarok, tehát hogy így, ja, meg nincs is olyan sok családi összejövete, hogy így lehessen ezt így flexelni vele. Flexelni. Mennyi tud inni a bandig a bázunk. Nem kapod olyan, hogy mindig vezetsz, és akkor... De ez jó. Ez a való élet, tehát hogy ezt a barátok között is már elkezdtem ezt a vezetést használni, hogy nem iszok. Ez tök király. Dehogy király. De másnak is unakos. Jó. Szerintem király, mert ez egy tök jó tulajdonságod a piac, szerintem a piac. Ja. Nem foglak ezért sémelni. Hey, csak elkezdek majd, na mindegy. Én sem szoktam egyébként, és így mindenki meglepődik. Vannak események. Te nem piázol, mi a fosz? Nem. Mert ebben van alkohol, mit adtatok nekem? Nem, be van ginázó, majd így lefejeled a felérje majd az asztalt. Egyébként érdekes, mert a tutti juice-t is azért iszom, aha, mert nincs benne koffein. Nem, mondjuk a koffein, az a koffein. És nekem a tutti frutti íz az. De hogyha azt mondod nekem, Fanni, hogy te koffeinmentes kávét iszol, Geci, akkor nagyon kifogok. Nem, én teás vagyok. Teás? Ja. Nem szoktam nagyon kávézni. Okés. Ez rendesen para. Ne folytasd. Én is éppen leszokok. Férfiak és nők egyszerre vannak ebben a podcast stúdióban, de egy dolog. Ez konkrétan még nem fordult elő. Ez még nem fordult elő. A világtörténelemben. A világtörténelemben nem ültek férfiak és nők egy darab stúdióban. Viszont mind fehér emberek vagyunk. Fanni. Ez... De nagyjából mind fehér emberek vagyunk. Nem, mert azt fogják hívni. Mi tesz minket sztereotípikusan fehér emberét? Tehát, hogy felhozok erre. Konkrétan nem vagyok fehér ember, de folytasd. Jó, tudom, te mongol vagy. Transmongol vagyok, igen. Elnézést, nem akartalak megbántani. Ez évek óta tolom amúgy, és hogy... Tehát, hogy évek óta bazd meg. Hát amikor rájöttem, hogy igazából a felmenői a magyaroknak, azok nem fehérek. Figyelj, én nem akarok kirakesztőni, ja, én elfogadom. Ez real egyébként. Vannak ilyen korhű képek a fejedelmekről. Igen. Az összes ilyen kis cseppei ázsiai pali. Ja, igen, tehát, konkrétan valószínűleg Szent István király az úgy néz ki, mint Gumau néni a kínaiban. Nem, azt mondjuk, hogy közelebb áll Szent István a Gumau nénihez, mint hozzád. Hát így van, így van. Wow. Tehát, szerintem így... elég rasszista dolog kijelenteni, hogy amúgy fehér emberek vagyunk. A lényeg pont erre fog kimenni, Kenszor hogy... Hát, ez még... Szerintem srácok... Fanit visszavárjuk jövő héten is. Köszönjük. Fanit beforog oda az izébe. Szóval székfoglaló. Akkor fogalmazódott meg ez a kérdés először bennem, aha, hogy mit tesz engem sztereotípikus fehér emberre, hogy volt egy előadásom, és vége volt, és tetszett, és elkezdtem tapsolni, bazd meg, és azon gondolkodtam, hogy így, ez mennyire egy fehér ember dolog, hogy így amúgy, hogy így valami jó, és elkezdesz így csinálni, hogy... Igen, mások táncolnak egyébként. Hát igen, meg azt mondják, hogy meg ilyenek, érted? Tehát hogy így, úgy másféleképpen fejezik ki, aha, de az, hogy taps, uh-huh, és akkor ebből is így maga ez a legvidámabb barak időszakból ez a vas taps, az a legkeményebb. Tehát, hogy... Aha. Nem, de maga a tapsolás is egy nagyon fura dolog. Tehát, hogy hallatni akarod a tetszésedet, de egyébként csak így összeütögeted a kezedet. Hát ez meg ilyen nagyon vidéki. Igen. Hát ez next gen, A next gen a csettintés. Ja, mert ugye egyetem alatt csináltuk ezt, ez ugye azt csináltuk, hogy halk tapsolás a csettintés. Ja. Faszomat is verhettem volna, halk csettintés. Fitymocsottogás, ez jó halk csettintés. Hát jó. Szerintem amúgy egy kicsit visszaugorra nekem a legfehérebb dolog, amit csinálok, az az, hogy mondjuk néha hallgatok progresszív rockot. Senki nem hallgat ilyen klasszikus zene is ilyen, szerintem, hogyha valaki klasszikus zenét hallgat, az borzasztó fehér dolog. Hát nem tudom. Api? Ja, hogy mondanom kéne dolgot? Hát kíváncsi vagyok, hogy okay, mit na, erről van egy nagyon durva tékem amúgy. Tehát, ha a Discordon szoktuk beszélni, én nagyon sok Paradox interaktívos játékkal játszok, tehát hogyha a hallgatók között biztosan többen is tudni fogják, ezek ilyen forex játékok, az a lényege, hogy egy térképet nézel órákon keresztül, és valami történik, valamit csináltok, a térképpel interaktálódtok. Hearts of Iron 4, stratégia, hát ja, Grand Strategy. Ez a hivatalos megnevezése. Igen. Nincsen nő és színesbőrű ember, aki ezzel még játszana. Ezt el tudom képzelni. Fehér ember is alig van. Nem, fehér, hát az is kevés van. De
én rengeteg lobbit ültem már végig multiplayerben, és itt több ezer óráról beszélünk, és nem találkoztam sem színes bőrű ember, tehát nem, és sem nővel. Még akkor soha nem találkoztam semmit, csak, nővel. Tehát, hogy te vagy az első. Csak fehér férfiak játszák ezeket a játékokat. Aha. A Fortnite az nem fehér ember? Nem. Kegyetlen spanyol ajkúak játszák egyfolytában. Nem, a Fortnite az nem. A Fortnite az inkább a gyerekekkel van összekötve, de igen. Nem csak a gyerekek játszák. Meg sajtot eszek egyfolytában. Utána különböző fajta sajtokat. Olyan sajtevés az nagyon... Bocsánat, fogy. Sajtevés az kurva fehér ember dolog. Amúgy az. Van olyan játék, ami fehér ember szimulátor, és azzal vajon játszanak? Sims. Sims egyébként az igaz. A Sims az is szerintem konkrétan a fehér kislányok Sims, meg a fehér férfi. Hello. Nem, ez is olyan fehér ember dolog egy kicsit. A Sims az is, persze. Hát lehet, hogy ezek jutottak el amúgy így hozzánk, és hogy így ez itt a kultúra, nem? Tehát lehet, hogy máshol meg más a kultúra. Hát igen, mondjuk szétlövik az iskolát. Ja, vagy besoroznak 10 évesen. Mondjuk. Ezek ilyen legit programok amúgy. Szabadidős tevékenység. Ja. Téged mit ez, Fanni? Szerintem az is nagyon fehér ember dolog, hogy nem tudsz nagyon erről nyilatkozni. Podcastolás is fehér. Az is nagyon fehér dolog, igen. Úristen, tényleg. Nem tudom, én addig jutottam, hogy étrend esetleg még lehet fehér ember. Paleo étrend például. Az nagyon, de a vegetarianizmus is az már az. Vegánok, ismertek el. Az indiaiak nagyon sok zöldséget esznek. Nem indiának amúgy 60-valahány százalék a vegetáriános. Meg az ázsiaiak is összesség. Mert így jól tudom, hogy indiai, de hogy én konkrétan most a ázsiaiakról. Tehát a dél-kelet ázsiaikról beszélsz. Van ez a halal food, az is valami... Hát ez arab. Igen. De hát az csak hogy ők halal. Az hús a halal, ugye? Az, ahogy levágod a formát, az a... Az elkészítési mód a halál. Halál. Ugyanaz a kóser, mint a halál. Röhögtem így, nem tudom, Mostárban is kint van, és így... Hol volt? Mostárban. Kint volt, hogy halál a food. Igen. Voltam Albániában, és voltunk egy... Ja, igen. Gyorsan ez a rövid ezzel, csak elmentük egy piacra, és így mond, bevásároltunk néhány cuccot, hogy de jót fogunk majd ott kajálni, és elmentem egy henteshez. És én néztem, hogy tudod, ilyen nagyon szép vörös húsok vannak, és én le fogok vásárolni, és jön a csávó, és én mondom, hogy figyelj, békön nincs, és így felnézek, és így nézem a csávó, hogy így hallod, de kurva szállt. Persze, mert Montenegróban, meg Albániában nagyon sok a muszlim. Ja, nagyon sok a muzulmán vallásúak. Török időkről maradtak ott. Ja. Érdekes, elég jó. Na, hát úgy látszik akkor, ez kifújt. Micsoda? Kicsit úgy érzem. Ez micsoda? A sztereotipikus fe... ez a sztereotipikus... Valahogy azt hittem, hogy itt azért még több hot dolog lesz. Mi? Hát simán van még egy csomó hot dolog. Van még? Bennem? Uh-huh. Hát, bennem akkor nincs. Mondd, és hát ha felvetek... Bennem nincs több. Én ennyi vagyok. Tényleg? Ennyi voltam. Oké, elmondom még, mi a sztereotipikusan fehér ember dolog. Elektromos autót vezetni. De nem, bennem. A világon tudok én is ilyet mondani, bazd meg. Tehát, hogy így 5 percenként frissíteni szerintem a tőzsdét, az is egy ilyen dolog. Persze. Vannak egyébként, egy kis fúzió, vannak alter srácok, mondjuk négerek? Egyet ismerek, egyetlen egyet. Hát, Kenny Hoopla. Nem tudom, hogy a Death Grips például nekem egy elég alter zenekarnak tűnik. Hogy, ezt akartam is mondani, hogy Death Gripsben van egy fekete ember. Uh-huh. Van a Black Midi nevű, nagyon brutál elvont ilyen alter zenekar, ott is a dobos fekete. És néha így van egy. JPEG Mafia. És hogy én mindig így elszórtan, és az mindig ilyen nagyon egyedi dolog valahogy így, mert valószínűleg azért, mert szokatlan. Meg szerintem összességében mondjuk a Flatbush Zombies, azok ilyen nagyon, nagyon alter srácok. Srácok, tehát, hogy most itt olyan neveket mondtatok, hogy fogalmam sincs, hogy itt kicsit. Ja, azért van, de. Ja, nem idegesít föl, csak. Most mondani akarsz még egyet? Nem, valamit akartam, az előbb elfelejtettem. Hát a franc se tudja. Na, hogyha nem gond, akkor egy kicsit terelném a következő témára. Még egyet hagy? Igen.
amióta én irodában dolgozom, azóta én nem találkoztam színes bőrű emberrel. Nem, bocsánat, nem, ez jó, még jobban konkrétizálom. Mennyi dolgozom a Tata Consultancy Services? De figyelj, én ezen, igen, ahogy pont azért, mert igen, a multi cég az arról szól, hogy több nemzetiség. Igen. Viszont amin ki vagyok akadva, és nem feltétlenül akarok indoklást hallani, csak hogy amúgy ez valami, amin szerintem kulvára változtatni kéne, én roma emberrel még nem találkoztam irodában. Hát valószínűleg nem így intézik az ügyeiket. Mármint én tudom a vidékről, hogy működik, mondjuk, hogy várják a segélyt. Hát ilyen vidék expert vagy? Hát egy cibőben nevezünk. Tehát, hogy igen. Fúj, bazd meg, te vidéki vagy! Igen, tehát az útszélén várják mindig, tehát hát, nem elég, hogy... Na mindegy, az is ilyen dolog, de nyilván hogy... nem ők dolgoznának az... Tehát így... De hát az lenne, pont azt mondom, az lenne a lényeg, és ezt nem értem, hogy... Hogy érted? Hát ezen dolgoznak különböző szervezetek, Pisti, évtizedek óta. Csak ez nekem ez egy ilyen olyannyira szembetűnő dolog, hogy 2022 azt hinném, hogy ez már így egy kicsit talán kezdődhetne lebontódni, és azt látom, hogy nulla. Egyáltalán. Hát van egy ilyen, igen, el van vágva. Igen. Úgyhogy ez rip. Aki... Van egy szócsövük. Vagy más csatorna, vagy nem is tudom. Hát ez lehet egy jó üzenet a... Nem tudom, valaki, aki néz, hogy ezen foglalkozzanak. Ja, real shit. Na jó, ezt csak így bedobtam. Ez egyébként szerintem tök fehér dolog maga a válás. Például. Ez tényleg az. De. Se Ázsiában, se... Se, nem persze. Nem divat sehol máshol. Hát... Fú, de fehér dologban ez meg a... Elválni. Ötödik feleségettől elválni, na az igazán fehér ember. Gazdag fehér ember dolog amúgy. Igen. Keci jó amúgy. Mert hogy így... Szétadom. Hát de már, mint hogy így, tehát, hogy el tudjátok képzelni amúgy úgy az életeteket, hogy... Nincs válás? Nem, hogy így nem létezne ez az opció mondjuk. Tehát, hogy így most például megházasodsz Krisztián, és utána ez az opció neked így nem létezne így, tehát így kulturálisan így nem lenne ez az opció meg. Ez mondjuk pont Krisztián. Ez olyan, mint az abortusz. Az opció legyen meg, bazd meg. Tehát, hogy nehogy... Tehát, hogyha ha nem lehetne a válás opció, aha, akkor nem házasodnék. Hát, ja. És nem azért, mert hogy azért házasodok, hogy válvájak, csak hogy így bármi történhet. És ugyanez, persze, hogy így ez a, nem azért akarják az emberek, hogy az abortusz legális legyen, hogy így na jó, akkor minden héten lehet veretni az abortuszt. Csak mert ugyan, bármi történhet. Ugyan. Minden tizedik ingyenes kártyával. Megvan a tizedik kupongyűjtő, megvan a 10 darab abortusz. 10% off. Megvan a 10 darab abortuszod, és így a kártyát beváltatod valami plüsre. Jesus Christ. Ilyen embryó plüss. Emlékben. Na jó, nyoklánc. Ezt vágjuk ki kérlek. Nem vágjuk. Egy babyborn. Ami a kocsiba így felakasztható, ilyen vissza, tudjátok, ilyen visszapillantó tükör, így belül. Ez olyan, mint a köldök zsinó, csak ilyenkor a... Azt is néha odaadják emlékbe, tudod, hogy meg szeretnék tartani. Na jó. Kőkevényébként. Tényleg van ilyen? Persze, megkérdezik, hogy el akarod tenni. Jó, de és mit a lovaknál így megesszük a mélepényt is, vagy mi a... Ez embereknél is. Igen, ez vidéken igen, működő dolog. De nem működő. Vidéken, városban és külföldön is. Várjatok. Nagyon sok benne a... Ti most szórakoztok. Nem tudom, hogy micsoda. Tápanyag. Ti ott van. Ne. Van egy sztori. Erre még durvább sztori van. A nagyapám Tiszanánán született. Aha. És megszületett, és ellopták a placentát, és az orvos ette meg. Mert abban van a vitamin. Hol a... Túl sok nekem. Nem tudom, melyik hang lesz. Így... Micsoda? Uram, Isten, bazd meg. Ez egy dolog vidéken, bazd meg. Kleptomániás az orvos. Nem, csak szereti a placenta, nem tudom, placenta senki pörökölt. Senki nem eszi meg, Krisztián, ne viccelj már. Ez másból van. Már nekem amúgy ilyen az állatevés is. Mondjuk erről nem akartam beszélni, de hogy... Az állatevésről? Tehát, hogy kicsit olyan, mondjuk, sztéket enni, mint mondjuk köldögzsidat. Mint mondjuk, ha megennénk a placentádat, hát nem tudom. Igen. Amúgy. Őszintén szólva nem a köldögzsinór lenne a legundorítóbb emberi rész, amit valószínűleg mondjuk, hogyha elém raknának, akkor... Szerintem kongerél egy tálfaszt. Esznek, nem tudom. Egy gőzölgő körris faszt. De kakasherre meg ilyeneket esztek, tehát... Én nem. Senki nem esik ilyet. Mit eszek, bazd meg? A KFC-be eszek,
stripset, mert még csont sincsen, és de jó. De konkrétan eddig jutok amúgy így, hogy... De hogy egy tálfa azt meg ennél? Hogy kajáldákban salátát kérni, az is szerintem fehér ember dolog. Ó, saláta. És nem csiri. Van mondjad, a zöldséget is, amit... Ja, mondjuk az a baj, az indiaiak is amúgy nagyon sok salátát esznek, de így tudtok amúgy mondani még olyan népcsoportot, akik így esznek salátát aktívan? Ó, jobban mondok. Leves tenni is elég fehér amúgy. Szerintem konkrétan elég magyar dolog. A levesevés? Elég. És ezt nagyon jól tesszük szerintem, mert nekünk alapból olyan a konyhánk, hogy kevés folyadék van benne. És ezt valahogy pótolni kell. Szerintem igen, a levesek jó dolgok. Én szerintem a leves helyett több ilyen ranch szószt, meg ilyesmit kéne amúgy ennünk. Ami csípős. Ami amúgy folyadék, ugyanúgy, de nem leves formájába visszük be, hanem mit tudom. Vagy majonéz. Nem. Itt főleg ilyen ketchupra gondoltam, meg maga saláta öntetett inni. Gravy sauce. Így. Gravy-t. És monster leves? Próbáltuk, nem jó. Próbáltátok tényleg? Hol? Hát ittasan. Hogy így kijöntöttétek egy tányérba a monstert, és megmelegítettük. Beleraktatok ilyen egy kosleves kockát, meg ilyesmit nem raktunk bele, nem jó. De nem raktatok bele tésztát, hanem beleraktatok ilyen kör alakú gumicukrokat, az a tészta, és így kanállal lesz, berögöd a mikróba. Az nagyon wicked lenne amúgy megmelegíteni egy monstert, és ilyen gumicukorral fölönteni, mintha az lenne benne a tészta, és még ilyen egyéb másik dolgokat tudját ki belerakni, mint egy húslevesbe. Ja, és lehetne csinálni amúgy ilyen, tudod, vannak ezek a hosszúkás gumicukrok, amik ilyen kóla ízűek, meg ilyen kis, azt belerakod. Akkor mint a cérna metélben. Tudod, így, mint egy csontot, tudod, mint a csontlevesbe, így kifőznék benne egy krémes. Új, bazd meg! Amúgy abban is van csont velő folyadék. Vagy de, akkor én kocsonyát csinálok. Zselatin. Mondjátok, igen. Kifőzött a zselatinba, az meg a gumicukor, és ilyen monster kocsonyát. Én 50 év múlva, és jó, nagypapa, hozza a monster kocsonyát. És akkor kérdezik, azok bicskával lesz a monster kocsonyát. Ilyen szép alakja van, tudod, ez az ilyen így boing, így elmegyagatál. Nem, ilyen gusztustalanul lenne előhozva egy fagyistából, tudjátok, így a mélyhűtőből. És mindenféle darab lenne benne. Így api nagypapa, az meg így hozza a monster kocsonyát, az egy kedvencét, azt mondja, hogy hú, ezután ma 4-esre tekerjük az inzulinba. És akkor ez Hamiltonos monster kocsonya, ez meg doktor, nem tudom. Amúgy tuti konyha tip, Pistitől egyenesen, legjobb cucc, kiraksz sütőpapírra, egyszeres kógumicukrot, és kb. 60 fokon melegíted 10 percig, akkor pont nem ég meg, de úgy olvad el, hogy egy nagy darab gumicukrot lesz belőle, és egy tömbnyi gumicukor, ez a nagyon menő. Egy tömb, és mi csinálsz vele? Hát így mondjuk tudod, így elnyúlik, én olyan volt, ilyen hosszú lett, és akkor annyira azt csináltam, hogy így... Persze azt megvártam, hogy elpárologjon. Nem, így mindig fogtam, és kivettem így a szekrényből, és így... De most szóval a szekrénybe tartottál egy gumicukrot, amit ettél. Az oknik között. Az oknik között. Ez oknikban. Az oknikban. Hát nem tudom. Jaj, fú, nem semmi. Az oknik között. Pisi fiókban. Pisi fiók. Marinálom. Tehát a pisi fiók van fölül, és alatta a gumicukor fiók. Tudod, hogy melyik benyújsz bele hajnali kettőkor. Jön anya, és akkor... Átázik, basz meg az egyik. Jön anya, nyitja ki a gumicukor, és anya, ne, és gumicukor. Úristen, mi ez a gumicukor, fiúk? Nyitja ki másodikat. Anya, ne! Amúgy egyszer annyira kipróbálnám, hogy amúgy mennyire lenne ilyen tömör húgy szag amúgy egy kis fiúk a szobába. Kakasarok. Kakazokni, ugye ez volt még, volt a kakazokni, mint kifejezés, hogy beleszorsz a zoknitba, aztán így parittyával kidód az ablakon. Volt az, hogy felszeded a padlót, a parkettet, és oda ürítesz, és ez így elrejted, és anyád bejön a szobába, és így fiam, a kakapadlót. Megtaláltam a kakaparkettet.
Azt a rohadt. Istenem, monster kocsonya. Szerintem tartsunk itt egy szünetet. Jó. Szerintem egy és negyed órája vesszük. Yes, yes. Wow. Jó a téma, jó a társaság, jó spanok, igen, jó témák pörögnek. Kimegyünk pisilni egyet, addig nézzétek meg ezt a videót a szünetben. Igen, azt a videót, amit most csináltunk a hétvégén egy YouTube videót Pistivel. Is. Ebből egy pár másodpercet láthatok. Pistit elhívtam Pumpkin Spice Latte-zni. Ha szeretnének még ilyen videókat nézni, akkor... Like. Nagyon fehér ember dolog, csak mondom Pumpkin Spice Latte-zni. És hol vagyunk pontosan? Meglepi, meglepi. Ezt kérlek, vedd fel ezt. És majd akkor veheted, akkor veheted le, hogyha odaértünk. Jó lesz? Jó lesz. Pisti, ne maradj le, ne maradj! Bazd meg, valami iránymutatást adj már, de... Gyere Pisti, ne maradj le! Gyere már! Bár nem vicces amúgy, anyám messze van a metró, gyere! Visszatértünk a szünetből, de jó volt a videónk, de jó volt, Szerintetek tetszett az embereknek? Nem. De. Amúgy de, esküszt, tehát, hogy nekem úgy küldték egy másik chatbe, hogy ez rendesen vicces. Cool. Ez jó hallani. Tehát egy másik chatből kaptam ezt a videót, mert én nem néztem a chatünket, tök mindegy. És akkor mondták, hogy ez rendesen vicces. És megnéztem, és vinnyogtam a nevetéstől. De jó. Ja. Akkor a flash. Ezt jó hallani. Boldog vagyok. Szerintem most ért be az, hogy így sok évnyi ilyen sketch comedy nézés, és így ezt eddig így haszontalannak tartottam, de most ez, amikor sajátot kell csinálni, ez egy tök fán dolog. Meg beért a sok évnyi, nem tudom, viszkok fruzsi vlog nézés, meg... Amúgy most esik le, hogy a videóról beszéltetek, és nem az eddigiekről. Nem. A videó nagyon király, mindenkinek ajánlom. Igen. Majd rá lehet kattintani a linkre, aztán lehet nézni. De szűkös a határidőnk, és nagyon sok témánk van. Úgyhogy most én kezdenék egy ilyen hot topic-kal. Nekem nagyon tetszik. Ti kértétek rovat. Igen. Nándi kérdezi tőlünk, milyenek lesztek nyugdíjasként? És szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Én apira vagyok a legkíváncsi elsősorban, de bárkire nyilván persze. Persze. Ja, én van. Még összeszedem a gondolataimat. Hát az előbb már volt róla szó, hogy a gumicukros... Monster kocsonya. Monster kocsonya, igen, ott kezdődött az egész. Api hozza az ünnepi monster kocsonyát. Szerintetek, tehát hogy én inkább arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek milyen nyugdíjas lennék? Házsártos. Szerinted házsártos lennék? Persze. Mert most az vagyok. Szerintem ilyen kisgyerekek játszanak az út szélén, mondjuk felfestik tudod, az ugró pályát. Felfestik a betonra, és írják, hogy rájuk hívod a rendőröket, meg a gyámügyet. Itt nem lehet hangoskodni! Szerintetek kajak ilyen... Fogod a slagot, és így elmosod. A itt már is. Pedig nem. Teszem, tipikus az a nyugdíjas leszel, hogy így más gyerekét kibaszottul utálni fogom. Aha. A saját unokáiddal, meg tényleg ez az ilyen nem tudom, korábban rendeltem különleges ízesítésű monstert, mert jönnek az unokák. RGB ízű. Szecsuáni monster. Szecsuáni monstert rendeltem a Lacikának. Ez régen. Terjek is monster. Uf, milyen lesz nyugdíjasnak lenni mondjuk mikor? 2000? Na igen. 50-ben? 2006-ben? Igen. Nyilván mi ugyanazok az emberek Magyarországon leszünk. Magyarországon rosszabb lesz. Szerintem az lesz a cool, hogy most ugye mondjuk a nyugdíjasok azok felnőttek egy tévé mellett, és hogy ők tudják, hogy mi az a tévé. Már tévé már kicsit már néha sok a, mondjuk a nyugdíjasoknak, de hogy még így tudják azt, hogy én nézek egy sorozatot, mert hogy ez mindig ekkor és ekkor van. Mi meg mondjuk valószínűleg mi már ilyen számítógépes öregek leszünk, és simán el tudom képzelni, hogy így
65 vagyok, elmegyek nyugdíjba, és... Hát hisz fifázni. Hát hisz fifázni, vagy FL stúdiózunk, ilyen nagypapa reppet tudunk. Az geci nagy lenne. Ja. Van az a rész, a kertvárosi gettóban túl sok N szó van benne, hogy kimondjam. A reppel a nagypapa. Nagypapa. Az úristen, jó. Kurva, kedvenc jelenetem. Igen, az is elég király lenne. Én valahogy tényleg úgy tudom elképzelni, hogy a mi török sorozataink azok lesznek, hogy ilyen PS1, PS2-es játékokkal fogunk játszani, és így néznek, hogy ezt a szart bazd meg, tehát, hogy így amúgy egy nagy kocka a feje az embernek, és nagypapa ezzel a szarral játszik. PS1 Hagridért. PS1 Hagridért, csak így örömkönyv. Lara Croft. Lara Croft nude módba. Igen. Konkrétan három darab háromszög a melle, bazd meg benne, egy kurva. Én szerintem az a nagypapa, tehát hogy én ott fogom megbotránkoztatni valószínűleg az unokáimat, amikor mondjuk elmegyünk együtt, megyünk együtt az utcán, és bedebelek a busz megállóba. De már papa basszus, tök égő, ez már totál... Szerintem addigra már nem lehet. És közben csípő protézset kimegy. Egy comnyat és a flosztolástól. Szállítanak be a kórházba. Ezek szállítanak be a kórházba comnyaktöréssel, és így tudod, hogy kaptad, és így flosszoltam a jéger. Túl gyorsan flosszoltam. Túl gyorsan. Amúgy figyelj, unokáidnak lejátszanád így a mostani zenéidet, így azt szerinted, hogyan? Ez volt a zene. Tehát a cél az, hogy... Apa, tudjuk, hogy ez te vagy. Szóval olyan zenét kell csinálni, ami nem lesz szégyen 50 év újra se. Figyelj, nem azt mondtam, hogy szégyelné ide a zenét, persze, hogy nem érted, csak hogy... Mondjuk egy pocsáköcsit megmutatnék-e az unokáimnak? Én fixen azon nőnének fel. Karácsonykor lenyomnám a karácsonyi trilógiát. Kajok, nem mutatnád meg a pacekocsit az unokáimnak? Igen, valószínűleg, de Fidesz trap. A Fidesz már sehol nincs igazából. Hát... Orbán Viktornak a levágott fej, le van fagyasztva, egy ilyen gép. Mint a Futuramában. Mint a Kren 2-ben, egy ilyen akváriumban tartják életben a fejét Orbán. Igen, mint a Futuramában, hogy bazd meg a 3024-ben is így Nixon az elnök Futuramában, bazd meg, és egy Orbán. Ja, tökéletes irány lenne. Yeah. Azonban, volt itt előbb még... Ja, hogy a pacekocsit lejátszanád, persze. Pacekocsit lejátszanám? Persze, hogy igen, valószínűleg lejátszanám. De valószínűleg van annál rosszabb dolog, amit csináltunk, hogy megmutatnám el neki a GRDG-t, ezt a podcast. A podcast, tényleg. Amúgy én örülök, hogy mi ebben a korban éltünk. Ezt pont most írtam ki ezt a gondolatot Twitterre, minden részben. Kövessetek minket Twitterem. Fannit meg. Hol kövessenek téged? Bocsánat, ne! Ne kövessetek. Hol szeretnének igazából. Csak úgy kiírunk valamit, hogy téged is kövessenek. Megint ide? Oda. Kirakhatjuk. Okay. Nem tudom, látszott a kezedre, csinál még itt. Wow. Ez már biztos, hogy látom. Amúgy így lesz ilyen hangi. Kövessetek Fannit ott. Ja. És... Futura, volt valami? Nem, arra, hogy a podcastot mutatnál, igen, a podcastot. Pont kiírtam Twitterre, igen, köszi, azért nagyon szét vagyok ma csúszva. Szóval az, hogy amúgy ez mennyire érdekes lesz, hogy így 200 évvel később így visszaolvassák a tweetjeimet az unokáim, hogy így ilyeneket írok ki tényleg, hogy shit's bussing, shish, meg ilyen, nem ilyeneket írok, de hogy nagyjából ilyen jellegű, hogy így tényleg így nagyon... A herém az nagyon központi téma mindig, amikor így amúgy önkifejezés. Nem tudom, nekem ő a múzsám, a herém. A herém. Ő számomra a léda. De nem, így összességében így az a minden here. Tehát, hogy én nem a saját herémet szeretem annyira, én a férfi heréket gondolom, hogy magasabb szintre kéne emelni, de ezt már nagyon sokszor mondtam. Én ezt konkrétan nem tudom fölfogni, Krisztián, amit most mondasz. Frida Testicles, ez a mozgalmom neve, ne felejtsétek el. Eszembe, igen? Hogy képzeljétek el azt a szenáriót, hogy így, mint az ókorban, amikor leégett az alexandriai könyvtár, és az ókori műveknek a 99%-a így eltűnt. Aha. Képzeljétek el, hogy a modernkori Alexandria könyvtára leégne. És mi YouTube. Igen, ez egy Google adattároló központ. Igen, és
és az az 1%, ami megmaradna, az így lenne a Paceköcsi, meg a GRDG podcast. És gondoljátok, hogy 2000 év múlva így ezeket hoznak, hogy ez volt a kultúra most. Igen. Wow. Mennyire jó lenne. Tényleg így megtörténne ez az Y2K, csak Y2K22 mondjuk, és konkrétan így értem, hogy hárgázom, bazzik. Közben trókon van, bazzik. Krisznek strókja van, te meg nyomogatod a gombot. Ez az, hogy legélvezhetőbb adás lesz. Én nem hívnék mentőt, ha Krisznek strókja lenne. Na, bazd meg. Te jó Isten, bazd. Kurva életben, api. Nem mernék. Nem mernél? Nem. Mert azt hiszem, hogy te tehetsz róla, bazd meg. Nem, azt hiszem, hogy viccelsz. Felfordult már a szemem, meg vér folyik, bazd meg a könyv helyett. Aha. Csak így... Valaki vegye előtt Pistitől azt a padot. Szerinted... Fanny, te milyen nyugdíjas lennél? Én már most az vagyok. Két rönt vagy. Hát vidéken, amikor éppen ott tartózkodom, akkor... Te piacra járnál? Szoktam járni vasárnaponként, 8-tól 12-ig, kisasszony piac. Wow. Konkrétan nyugdíjas. Hát konkrétan az vagyok. Uh-huh. Tehát van egy nyugdíjas alteregom, meg van, amikor feljövök mondjuk Pestre. Uh-huh. Nekem tetszik ez a kettősség egyébként, hogy mikor mihez van kedved. Ez egy tök jó dolog szerintem. Nem tudni. Lehet? Lehet, hogy így, ez az ideális vidéken élés amúgy, hogy így az a nyugdíjas. Az a nyugisabb életmód. A nyugdíjas. És az így, ennek helye van. Lehet. Én nem tudom, mert szerencsére. Szerencsére városiak vagyunk. És diszociatív személyiség zavaros. Nem, amúgy én tudok ezzel azonosulni a Fanninál, mert most ugye, amikor mi kint laktunk külföldön, akkor abban az volt jó külföldön élésben, hogy kurvára le se szarod, hogy mi történik, és még csak nem is érted, hogy mit mondanak rólad, úgyhogy még főleg nem érdekel. Úgyhogy ott akár a Free the Testicles dolgot is csinálnám, hogy tudnám, hogy nem visznek el a rendőrök, és az ugyanúgy fáj minden országban. Én szerintem nyugdíjasan full cap-be járnék. Jaj, ne! Sís. Monsteres full cap. Monster full cap. Sís, basszín. Fortnite-os nyaklánc. TikTok táncok. Szerintem ez lennék amúgy. Nyomnád a Fortnite Chapter 73-at. Igen. Szerintem kurva jó lenne. Úgy fogunk majd beszélni. Gyere, kisunokám, ezt nézd, ez még season 2-ből van amúgy ez a... Megsúgom, ez a tehát, hogy ha eljutnánk oda, akkor nem Fortnite 73 lenne, mert egy Fortnite chapter az körülbelül 2 év, most chapter 3-ba járunk, akkor olyan chapter 40 lenne, 38. Hogy chapter 38-ban vagy, és mutogatod az unokáidnak, hogy nézd, meg chapter 1-es skin. Ú, papa, te annyira menő vagy. Ja, ahogy igen. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami, ami kitart odáig. És ez lesz elavult, mondjuk. Jaj. Igen, mondjuk egy Meki például. A Meki az már elég régóta. A Meki az már a nagyapánk idejében is volt, úgyhogy lehet, hogy kitartod el. Ők valószínűleg ők még itt Magyarországon ugye nem jártak, hát mondjuk Mekibe, viszont már valahol a világon. Ja. Ették bazd meg a Hitler szalonnál, a nagyapám, köztán Amerikában meg így nyomják a Happy Meal-t, meg már akkor mentek a Fortnite táncok elődjei. Hát igen. Gyönyörű. Kemény, igen. De én mondom, én sem lehet tudom képzelni, hogy amúgy milyen, tehát mondjuk ilyen virtuális térben tudunk majd kommunikálni egymással, tudunk kapcsolatot tartani, úgyhogy így mondjuk ilyen kiterjesztett valóságban, meg ilyenek. Hát ez tudod mi? Ez egy Black Mirror epizód, megsúgom neked, a San Junipero, amiben a nyugdíjasok egy ilyen... VR-ban vannak a nyugdíjasok konkrétan. Hát erről szóljam. Ja, ugye? És az van, hogy két csaj, aki fiatal, azt hiszik, hogy fiatal csajok, de kiderül, hogy egy 80 éves ma már. Csak a tudatuk fel van töltve ebbe a... Leszbikus központ. Kapcsolatot építenek ki. Nem arra. Jézus már! Elkalandoztam arra, hogy bazd meg! Hová? Nem, hanem azon borzontam el, hogy így... Ezt bele kell vágni.
Szóval nem azon bűrögtem az előbb, hanem azon bűrögtem az előbb, hogy mennyire durva lenne az, hogy egy ilyen virtuális valóságban van feltöltve a tudatod, és hogy nem is tudsz kijönni belőle, vagy nem tudom, mi a Black Mirror-os. Ott ki tudnak abban még jönni, de utána az a vége nem, hogy föltöltik a tudatukat egy izébe, egy véglegesen elhagyják a testüket, igen, és ez a végtelen idő gondolat, ez nagyon para. Szüngeció. Meg egyébként tudod, képzeld el, hogy egész életedben tudsz pisikaki film, vagy poénokat nyomni, meg bármikor nézhetsz Adam Sandler filmet. Én konkrétan szeretnék örökké élni. Csak ezért? Nem ezért. Egyáltalán, konkrétan nem ezért, de hogy... Nekem az örökké élés meg a halandóság hasonló szinten félelmetes. Igen, igen. Szerintem megvan annak a szépsége, hogyha nem élünk. Hogy vége van a dolognak? Aha, félelmetes, mert nem igazán tudod, de amúgy ja. Az legalább valami ismeretlen, mondjuk az örök életben nem sok ismeretlen van. Az a jó benne. Tudsz vele tervezni. Meg tudod, be tudod járni az egész világot. Az egész univerzumot. Nem kell választanod azon, hogy így mit csinálj és mit ne. Jó, és akkor mondjuk tegyük fel, hogy éltél 1 millió évet. Aha. Jön egy meteor, felrobban a Föld, aha, te még mindig élsz. De mi nem halhatatlan vagy, csak örökké élsz. És hogyha halhatatlan vagy? Hát az más, azt nem tudom. Tehát egy baleset folytán meghalhatsz, hát, viszont öregedni nem öreged? Excel. Mondjuk én egy Benjamin Button szituációt is nagyon adnék. Reverse-be. Ha. Mondja, öregen. Úristen, már csak 2 éves vagyok, bazd. Ha mindegy, de én szívesen élnék örökké. Kugva menő lehet, viccelj már. Menő lehet. De ráflexelsz mindenkire, akit utáltál, hogy hé. Ja, igen. Túlélted őket. Ja. Amúgy te szerintem fixen az a nyugdíjas leszel visszatérve. Aki akkor fog elindulni amúgy, amikor a legnagyobb dugó van kocsival, már alig bír vezetni, de még akkor is így bázd meg, így ott áll. És mindenki dudál rád, és te csak így mutatsz, hogy kurva anyád az! Szerintem tuti nem. Is az út. De azért nem leszek ilyen. Azért nem leszek ilyen, mert kifejezetten utálom ezeket az embereket, és nem hiszem, hogy olyanná válnék. Ja, ezt szokták mondani általában, hogy tudod, a szülők így a nagyszülőkre elkezdenek hasonlítani egy bizonyos időben, és úgy, hogy azokra a dolgokra, ami a legjobban idegesíti bennük korábban, és hogy így elkezdenek így arra abba az irányba elmenni, hogy így nem tudják így levetkőzni. Pont erről beszéltünk Pisti a múltkor egyszer, hogy az idegesít igazán másokban a legjobban, ami amúgy mélyen benned van. Mm. Ja, ez igen, így van. A cringe-elés is igazából ez. Igen, ez real. Ez így megfigyeled, hogy mondjuk itt emberek összevesznek, valaki idegesít valamit. A másik is, hogy belegondolsz, hogy amúgy az, ami idegesíti az egyiket, az lehet, hogy te látod, hogy benne van a másikban. Szerintem indirekt módon, tehát nem annyira nyilvánvaló, hogy miért. Ja. Valami mélyebben van ott meg kellene kapargatni talán. Nekem ez ilyen nagy ilyen frusztráció, ilyen egészséges frusztráció, tehát én nem mondom, hogy én egyszer borzongok minden nap, csak az, hogy így látom a szüleimen, hogy akik amúgy tök jól felneveltek, props, meg minden, de hogy így látom azokat a dolgokat, amiket én így úgy gondolok, hogy oké, fasza, de hogy én ezt kicsit meg fogom majd változtatni magamban. Telnek az évek, egyre jobban rájövök, hogy így nem tudom elkapni a kormányt, és abba az irányba haladok, hogy így mindenképpen hasonlítani fogok rájuk. Tehát, hogy igen, és ezért nagy erőfeszítést kell tenni, hogy egy másik irányba sodródj. Hát vagy ezt mondod, hogy az oké. Igen. Tehát ezen valahol meg kell békülni. És tényleg, hogy így azt láttam, hogy így próbálok így észrevenni dolgokat, hogy így mondjuk máshogy halad az életem mindenkik, de hogy a nap végén így azt veszem észre, hogy így hú. Tehát ezt tapasztalod, ezt látod, erre van eszköztárad. Nem nagyon tudsz olyat csinálni, amit nem láttál megvalósulva gyakorlatban, szerintem. Ez azért nehéz. De olyan, én mindig gondolkozok én experimentál gyerekneveléseken. Például. Ez borzasztó hangzik, ezt szegedjük. Például olyan, hogy... Gyermekkísérlet. Igen, mondhatjuk magyarul is gyermekkísérleteknek amúgy a dolgot. Ilyeneken gondolkoztam amúgy, hogy milyen lenne, hogyha nem nyúlnánk hozzá egy évig mondjuk, hanem tudod, csak így elérakod a dolgokat meg, hogy... Ezt a jó újt. Apja az előző részben mondtad azt, hogy otthon hagynál. A 4 éves gyereket. Pont konkrétan szerintem jövő héten itt lesznek a felvétel előtt ilyen tüntetők, hogy apinak nem, így köttessék el apit egy életre. Jó, ez... Persze, most ez csak egy szélsőséges dolog volt, hogy azt mondtam, viccelek. Hogy experiment, tehát az, hogy tudom, nem nyúlnék hozzá egy... Shower experimentál. Ja. Az experimentál az amúgy tök okés, de mint, hogy így... Yeah. Jó, én tök máshogy csinálnám, mint ahogy engem neveltek, de így legfőképpen az olyan dolgokat, hogy így például kötelezően
három nyelven beszélnénk vele. Uh-huh. És engem nem érdekel, hogy összezavarodik három évesen, és nem tudja, hogy milyen nyelven beszéljen, mert tudom, hogy 18 évesen három különböző anyanyelve lesz, mondjuk. Szerintem ez egy másik nemzetiségű csajt, szerintem az ott kezdődik, hogy akkor gyerekkorától fogva ti tudtok beszélni hozzá két nyelven, és ez jó. Az általában az működik. Ez menő, tényleg. Vagy csak api azt mondja, hogy minden a más nyelven beszél hozzá, az kész. És abból kettő halandzsa, amit én találom. És én azt mondom neki, hogy ez a holland. És így bugara-bugara így beszélsz vele, és így a gyerek az, mivel gyerek elhiszi, megjegyzi, aha. És elmész 18 éves korában először Hollandiába, és így bemegyik bugara-bugara. Tényleg, mi baj van? Nem, de úgy szerintem vannak nagyon jó ilyen experimentál gyereknevelési dolgok, amiket így szerintem nagyon kevesen próbálnak meg gyereket nevelni. Úgy mindenki próbál tudod ilyen teljesen normálisan, meg ugyanúgy nevelni, mint mindenki más. Aha. Viszont nekem van egy olyan elméletem, hogyha ugyanazt csinálod, nem is az én elméletem az, miről beszélek, tehát ha ugyanazt csinálod, mint mindenki más, akkor hogyan várod el, hogy más milyen eredményre juss? Tehát, ha ez egy ugyan... idézet, azt hiszem... Nem arra gondolok, hanem arra például, hogy te ugyanúgy, mit tudom én, ugyanolyan óvodába küldöd a gyerekedet, mint mindenki más, akkor hogyan várod el, az meg, hogy ne egy... Ugyanaz legyen, mint aki... Ja, egy átlag ember legyen belőle, mondjuk, ja, egy negyen PC. Amúgy ez tök érdekes, én szüleimmel beszéltem ezt, hogy a Waldorf iskola feljött, uh-huh. hogy küldené ide oda a gyereked. Hát az a Waldorfban... Akkor inkább legyen NPC. Én titi, én simán. Én sajnálom, hogy nem kisképzőbe jártam. Kecsúra, lehet. De érted, a kis, na, te, ez egy jó izé amúgy. Tehát, hogy azzal, hogy én is sima óvodába, iskolába, meg gimbe jártam, tehát, hogy így sokkal nagyobb eséllyel leszek ugyanolyan NPC, mint mindenki más. Igen, szerintem az emberek nagy része NPC amúgy. Tehát, ezzel teljesen értem. Tehát kimegyek az utcára, nem tudom, a hallgatók, amikor legközelebb kimentek az utcára, konkrétan nézzetek szét, és képzeljétek bele magatokat abba az emberbe, akit láttok, és nem tudom. Szerintem azok az emberek, akiket látok az utcán, azok nem. Azok ugyanezeket a köröket csinálják ugyanúgy. Aha, azok szerintem ilyen... Ja. NPC-k. Ja, és például, hogyha lesz gyerekem, tehát valami tényleg teljesen máshogy kell csinálni szerintem a gyereknevelésben, mint ahogy így csinálják az emberek, mert ez így, ahogy csinálták, meg hogy én is lettem nevelve, az az állami gyereknevelés, nem? Tehát az, amit úgy elvár az állam attól, hogy így fölneveld a gyerekedet. Ki az, aki mondjuk szerinted ilyen eszméletlen jól sikerült, és azt a példát kéne követni? Nem tudom. Igazából meg kéne nézni, hogy mit csinálnak, mit tudom én azok az emberek a gyerekeikkel, akiket így nem látsz így a való világban. Tehát mit tudom én, a top 1%. Hogy érsz, nem látod őket? Hát láttál te már, mit tudom én, a top 1%-ból embereket így a közéletben, így az utcán, vagy így helyeken? Vannak ezek a... Van ez a fajta srác, akik így egyetemen voltak egy pár, így jönnek-mennek ezek a srácok, de vagy ilyen nagyon karizmatikus, nagyon ilyen jó fizikumú, okos figurák, uh-huh. akik így megjelennek így az életedben, így haverkodsz velük, aztán rájössz, hogy amúgy így nem lehet velük barátnak lenni, uh-huh. csak így jönnek, gengeltek néhányszor ezt uh-huh. az, és így elmesélik neked, hogy amúgy nekik mennyire ilyen furfangos életük van, az anyám, az izé bíró Kanadában, az apám az gyémánt bányát birtokol Afrikában, uh-huh. meg ilyenek, és hogy általában az a vége, hogy ő meg otthon lett hagyva. És hogy én nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, és hogy így ez egy így ránézés. Van közös ismerősünk is ilyen. Igen. De ez csak a részsztori. Csak azt mondom, hogy ezek az emberek, ezek mindig nekem ránézésre ilyen, tudod, ilyen nagyon lenyűgöző figurák, hogy így bazeg, érted ez a gyerek. Amúgy én tudok egy jó példát, ami amúgy mostanában annyira már nem jó példa, de meg ilyen kontroverzső példa, de hogy szerintem amilyen nagyon látható nevelés, uh-huh. és látható az eredménye, mindenképp elismerhető az eredménye, ez a Kanye Westnek az anyukája. Tehát, hogy ő neki nagyon egyedül... Ó, a Kardashianok? Nem, a Donda ja, West. Ez is érdekes. Donda West az így konkrétan írt egy könyvet arról, hogy hogyan nevelte aha. a Kanye-t, meg hogy ő nagyon másképp, tehát hogy a gyerekkora óta úgy uh-huh. nevelte, hogy ez a gyerek ez nagy dolgokra hivatott, és azért így a legelején, tehát hogy ha végignézed amúgy a Kanye-t, akkor így mondjuk nem egy kiváló énekes, nem egy kiváló zenész, nem egy kiváló ruhatervező, uh-huh. stb., de hogy annyira megvan ez az önbizalom, ami bele lett nevelve a gyerekbe,
hogy így nem érdekli, hogy nem az. Uh-huh. És mostanában így úgy érzem, hogy kezdél nagyon durván elveszíteni a valóságot, mint így a valósággal a kapcsolatát. Yeah. És ez mindig is volt egy ilyen, és ez jó volt, csak hogy most kezd úgy érzem, hogy kisiklani abba az irányba, hogy most már... De King, amit 50 évesen csinál Kanye West, az nem, azért nem nehezen róható fel az első 6 évének, mondjuk. Ez sok tekintetben nagyon felróható. Itt most talán pont, itt nem mondanám, de hogy amúgy... Szerintem ahhoz vezet, meg az, hogy most már ugye nincs ott maga az, aki fogja a kezét, tehát hogy az anyja ugye meghalt 10x éve, és hogy így már nincs maga az a feedback, vagy az a coaching talán, tehát nem lett befejezve a munka teljesen, mert egy idő után, tehát az a baj, hogy magától nem állja meg a helyét sajnos egy idő után. Tehát egy anyád halála sajnos nem elkerülhető dolog, és ez mindenképp bekövetkezik, és szerintem a nevelés az nem ér véget ott. Persze. Vagy persze. Jó, hogyha nem. Hát jó, hogy ez ilyen váratlan halál volt, tehát hogy gondolom, hogy ő hát sem tervezte még ezt. Figyeljetek, Kingek, én csak annyit mondok, hogy nem akarom, hogy ilyen basic legyen az a gyerekem. Ja, azt én sem, azt egyébként azt én sem. Amúgy szerintem az, hogyha mondjuk önbizalomra neveled a gyereket, az mindig jó. Az fix. Tehát az hát jó, hogyha... Az is. A szélsőségek nem jók. De mi a baj a túlzott önbizalommal? A szélsőségek nem jók, vég. Mondjuk egy negatív dolgot arról, hogy mi a rossz a túlzott önbizalommal. És nem az insecure-ság, hanem az önbizalom. Nem. Az, hogy, tehát én nem arról beszélek, hogy mondjuk a túlzott önbizalom az nagy képűséggel párosul, igen, hanem az, hogy azt mondom, hogy jaj, én ezt meg tudom csinálni, és így azt akarják mondani az emberek, hogy nem, tehát hogy mondhatsz ilyet, és úgy bazd meg, hogy így lehet, hogy nem próbáltam, de valószínűleg leülök, és megtanulom, tehát hogy kész, és leülés megtanulom. Oké. Ja, azt hiszem, ez egy olyan dolog, amit így csinál. De ezt meg csak úgy tudod csinálni, hogyha támogató vagy, tehát hogyha szerintem ez annyi, hogyha az ember azt érzi, hogy így igen, mindenre van lehetősége, nincs bekorlátozva, akkor szerintem ennek lesz a konklúziója. Jó, az, de ez egy érdekes téma, hogyha látod, hogy a gyereked valamiben nem jó, de örömmel csinálja, akkor... Én megmondanám neki, hogy bazánk, te beszar vagy. Mi a visszajelzés? Nekem én egy erős negatív visszajelzést adnék a gyereknek, hogy ne haragudj, de hogy... Sose érezze magát elég jónak, ezért még jobban küzdjön, nem? Ne haragudj, tehát, hogy ez egy szar, tehát, hogy vagy csináld jobban, vagy keressél valami mást. Go hard or go home. Tehát, most nem azért, hogy ti bátorítanátok a gyereketeket, hogyha valamit így... Hát ezt kérdezem. Hát igen, ez egy jó kérdés. Amúgy mondtad azt, hogy experimentál nevelés. Aha. Szerintem minden nevelés experimentál. Hát ez nem... Senki, tehát nincs hozzá kézikönyv, hogy jó, hogy ne, végtelen kézikönyv hozzá. Vicky How. Feed the baby. How to raise a child. Igen, how to raise a healthy child. Hogy jó így. Írjak egy könyvet erről úgy, hogy gyerekem sincsen. Bestseller lenne. Igen, de röhögnék. Zárva a kocsiba, haspárba mész. Tűző napra állj, oda parkolj. Csak valami hangzatos név kéne, hogy ilyen alternatív gyermeknevelés, vagy valami ilyesmi, amit így tudod, így ránéznek, tudod, ezek a shopping mamok, tudod, ez a tipikus ezért a rossz anyák karakterek, csak kelet-európai verzióban. És így lehetne az, hogy hogy nevelj egy bajnokot. Oh, how to raise a champion? How to train? How to train a champion? How to train a champion? DJ Khalednek nem egy ilyesmije van? Wow. Ura, vagy az kemény. Oh, én szerintem hasonlítok egy kicsit DJ Khaled. Igen. Aha. A DJ Khaled. Mondasz, another one? Another one. But tiszta DJ Khaled. Te vagy a keresztény DJ Khaled. Na mindegy, de hogy... ja... Ezt szerintem tök, már mint, hogy így, ne haragudjatok be ezek, tehát, hogy én simán megmondanám a gyerekemnek azt, hogy így, szerintem ez ebben, tehát, hogy most így elviccelhetem az egészet, és mondom, hogy szerintem szar vagy, geci. De hogy így amúgy szerintem meg lehet konstruktívan mondani neki, hogy nem, szerintem neked nem kell fociznod. Egyébként igen, ki, hogyha nem te? Tehát, hogyha ezzel hosszú távon megvéded? Persze, hogyha ezt senki nem mondja meg neki amúgy a gyerekkorában, azaz a többet ártasz. Így van. De... Hát. Igen, a asszertív kommunikáció ez a kifejezés, ami így nagyjából azt megszabja, hogy megmondod a rosszat is, de hogy amúgy... Arra nevelni inkább a gyereket, hogy legyen egy egészséges önreflexiója, és akkor nem kell odaszúrnod neki durván, megértsd. Ja. Hát, amúgy figyelj, nagy ilyen MLM championt kell nevelni szerintem a gyerekedből, hogy így már arra menni, hogy így figyelj... Gyerekkorában MLM-ezzen. Igen, és gyémán szintű legyen. Nem. 6-tól.
Tehát, hogy kézzel, hogy oda küldesz, mint tudod, voltak ezek a cserkészek Amerikában, hogy így sütit vesznek, és úgy küldöd oda, hogy ilyen aloe termékeket vegyen, és így... Nem, úgy küldöd oda a többi társához, hogy neked most négy társadat be kell vonnod amúgy, akinek megint... Szülinapi zsúron. Tehát, hogy neked... Tehát neked most ez, kapsz fiam 500 raklap süteményt, nem túlzóan, neked most be kell vonnod amúgy az iskolás társaidat egy rendszerbe. Elvisz, képzeld, nekik meg kell venni, az iskolás társaidnak add el ezt a süteményt, akiknek tovább kell adnia. Bemegy a gyerek a szülinapi zsúra, most inkább az aloeverázás irányban, és kap egy a társa, a 6 éves társa kap egy kis aloe csomagot, és így kipróbálják, és utána kérdezget, hogy jó volt? Szeretnétek még? És akkor megadja a katalógust, hogy honnan lehet rendelni. Körbeküldöd a szomszédoknál, hogy aranyos gyerek, beengedik, vagy így ott meghallgatja, jaj, de kis aranyos, vagy kiegészítem, mennyibe került? 17 ezer. Megtanított sírni, műsírni, hogyha nem adják meg 10 ismerősnek a számát. Unironikusan jó ötlet amúgy szélszelni tanítani a 6 éveseket. Szélszelő 6 évesek, az persze. Ez valami új? Ez valami újra jöttünk most itt el, szerintem. Ez a Boss Baby. Öltönybe öltöztetni a babádat is amúgy. Tehát, Na mindegy. Jó. Psychology Today fejezete a GRDG podcastnek. Persze, ez egy ilyen deep-ebb beszélgetés. Köszönjük Nándinak a kérdést, amiről 30 percet beszélünk, hogy milyenek leszünk nyugdíjasként. Lépjünk tovább, lépjünk tovább. Csak mondom, nagyon sok témát belevontunk ebbe, úgyhogy szerintem. Next one. A következő, és szerintem egyben az utolsó témánk a mai napra, az az, hogy guilty pleasures, ugye azok a fajta bűnös élvezetek, amiket így a társadalom elvárna, hogy akik mi vagyunk szociálisan, azok így ezt ne élvezzék. Nem, mi nekünk van kitalálva feltétlenül ez a tartalom, de mi imádjuk. És... Fanni, te mint az egyetlen nőitek, mik a guilty pleasure-jeid? Hát nekem zenében vannak ilyenek, mint például a Baby Metal, vagy az Igor. Ú, a Baby Metal nagyon baby jó. Mi az, most viccelsz. Várja, mi az a Baby Metal? Ez egy banda. Kisbabák rögnek. Ja, nem ja, kisbabák metal. Pedig azt hittem, hogy ez még az előző téma, mondom, hogy metal zenét játszatni a babáddal is amúgy. Japán lányok játszanak. Metal. Dörgős metalt. Igen, igen. Jó, oké. Én azt hittem, hogy a Baby Metal az konkrétan csecsemő metal. Bárcsak. Igen? Zenében ez? Igen. Igort nem tudom, ki ismeri, ő is nagyon-nagyon tuti. Sok R van benne, az agyadat. Nem? Igen, 3. Én nem hallgatok zenéket. Kivéve Katy Perry, kivéve Lady Gaga. Madárcsicsergést hallgatok. Persze, megvan ez, amikor Hellvérről vagy Brave-ről jöttünk hazafelé, vagy a Lidl-ben voltunk, és kifordultunk a parkolóba, és ablakokat letekerve bömböltette aki a Hot and Cold című Katy Perry-ről. Figyú, lehet, hogy te madárcsicsergésnek érzed, ennyire imádod, de a Shut Up and Dance With Me című szám az nem madárcsicsergés. Guilty pleasure. Na, és Api, neked mik a guilty pleasure-jeid? Erre nagyon nehéz válaszolni amúgy. Nekem sokszor van olyan, hogy fönn vagyok nagyon késő estig, és olyankor fogok, kilopózok a hűtőhöz, és magában szoktam sajtot enni amúgy a hűtőből. Tehát ilyen, vannak ilyen tudod, és nem is az, hogy ilyen szépen vágok belőle, hanem én gusztustalan török a sajtból így a kezembe. Mint egy nagy patkány. Biggie cheese. Igen, és így török a sajtból, és így elkezdek sajtot eszegetni például. Ez egy ilyen, elég sokszor szoktam csinálni, és így ez egy, nem tudom, szerves rész az életemnek, de hát most ígyeknek nem tetszik, az így GTFO. Hogyha ilyen guilty pleasure-t lehet nyomni, akkor nekem is van egy ilyesmim, ami tudom, hogy Pistinek is az. Az, hogy kiveszek egy szelet Párizsit, benyomok majonézt, megfogom, így felcsavarom, és azt így megeszem magába, és hogy így igazából, mivel nem laktat, ezért ahogy így visszamegyek a szobába, már megyek is vissza. Krisztián, finom sajtokról beszéltem, de gusztustalan majonézes párizsiról, ez így egyáltalán nem olyan, mint ez az így, enyém. Szeretném mondani, hogy ez a téma, ez egy no shame zone, tehát, hogy innentől kezdve. Ja, jó, bocsánat. Jó. Kicsit fáj. Teljesen okés, King.
Majonézes párizsi, ha te így érzed. Minden relatív. Nagyon jó a majonézes párizsi egyébként, az orsi virsli. Ez ilyen újpesti dolog, akkor úgy látszik. Az orsi virsli. Orsi virsli. Orsi virsli. Bár mindenki nézel engem, Rothschild meg. Oké, Rockefeller. Oké, Rockefeller, én maradok az S-büdzsé. S-büdzsé. Kópé szeletnél. Nem, kóp. Én nekem... konkrétan már feljött egyszer ma, hogy Attival kapcsolatosan, de hogy amúgy nekem konkrétan Nicki Minajtól az Anaconda című szám, az igen. Geci nagy guilty pleasure. Imádom. Imádom hallgatni. Nagyon imádom Britney-t, nagyon imádom Kylie Minogue-ot. Toxic, persze. Nagyon jó, nagyon jó. Úgyhogy szerintem a High School Musical 2-t, 10/10. Nekem vannak nagyon sok Disney sorozat amúgy, amit így nagyon szerettem annó. Most is megnézni... Hannah Montana. Tehát a Hannah Montanát 12-3 évesen szerintem eszméletlen volt. Ez tök jó, hogy felvállalod, és nem ülnél pisilés közben, de ezt felvállalod. Amúgy szerintem is okébb. Főleg, hogy most okébb a... Hannah Montanát nézni, mint ülve pisilni. Konkrétan. És azért mondom ezt ilyen magabiztosan, mert egy körülbelül másfél hónapja nézte végig az egész sorozatot a csajom. Aha. És... ráadásul most ugye ilyen szinkron nélkül nézte meg, és kibaszott jó ez a déli flash, amit adnak, meg amúgy rendesen jó poénok vannak az egészben. Hát vitathatatlan, igen. És Billy Ray Cyrus elég nagy daddy benne, úgyhogy így előjön belőlem a tini lány. Hogy igen, szerintem azok a férfias férfiak, akik felmerik vállalni, hogy szeretnek... Hogy buzik. Lidusztunknak lenni. Az igazi férfias férfiak azok, akik elmondják, hogy imádják a faszt. Hát igen. Ez nem tök oké. Igen. Én Bridget Jones naplóját is nagyon szeretem. Én is most néztem meg 4 részt életemben először a Hannah Montanából, és meglepődtem, hogy mennyire jó. Ott tök oké, és amúgy nem? Igen, igen. És őszintén szólva, na mindegy, meglepődtem, hogy ezen minden ilyen egyetértünk, de... milyen formák? Ez az első dolog, amiben mindegyet értünk ebbe a podcastban, hogy a Hannah Montana az cool. Szerintem nagy guilty pleasure-öm még amúgy így 27 évesen az, hogy Fortnite azok néha. És school, az király. Ja. A school. Kibaszott king. Pisti, csak azért, hogy néhányan nézik a YouTube-ot, akarsz egyet flosszolni a kamerák előtt? Az Isten érts. Most nem szeretnék. Akkor olyan X-póznak érzem magam. Bocsánat. De úgy, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy itt van olyan guilty pleasure, amit amúgy így vannak, amit nem mernek emberek kimondani, amúgy is csinálnak. Szerintem? Ó, biztos. Rob Schneider filmek nézése. Hát azt ne, inkább nem mondják. Nekem a debelés az szerintem az guilty pleasure. Én nagyon sok, de ezt már mondtam, nagyon sokat debelek. Le kéne szoknom egy kicsit róla. De egyébként a... csináld. Személyiséged részre a debelés, nehogy abba hagyd, bazd meg. Jó, akkor nem fogom. Nem is ismernélek fel nélkül, nem a pistik van. Jó, most elhatároztam, hogy soha nem fogok letenni a debelésről. Soha. Hajrá, Pist. Amúgy volt egy guilty pleasure-om, ami kurva jó volt, már sajnos leszoktam róla, mert egyszer rám hozta a parád, de az volt... A herbálozás. Guilty pleasure. Néha-néha WC-ben lesz jók egy-egy herbálozsója. Nem, az, hogy ilyen egyetem vége felé az volt a szórakozásunk, hogy bemászkáltunk belvárosi házaknak a pincébe, és az geci jó volt, az nagyon nagy flash volt, és nagyon, nagyon ilyen adrenalírás volt, tök jó volt. Ebből, ami már maradt... Rás, az is egy rossz guilty pleasure. Ami ebből megmaradt, az az, hogyha unatkozok egyedül, akkor... Betörsz öreg asszonyok ház. Egyszer számoltam, hogy betörök valaki, ez beesett a pénztárcán, és így be kellett másznom, és nem volt jó érzés. Beesett a pénztárcán. Ami ebből maradt, az az, hogy így, hogyha csak így gondolkodni akarok, ki akarom bírni a fejem, akkor kifogom magam, bepakolok a táskámba, és így és sétálok órákon keresztül, és a 8. kerületbe sétálgatás... az egy ilyen, nekem egy ilyen guilty pleasure, így néha csak így fogom magam, és tudatosan 8. kerület legszarabb hely, amit csak ismerek, oda megyek, és az így az úti cél, aztán megyek haza. Szerintem konkrétan ki fognak téged ezután rabolni. Most, hogy így beharapodtad, igen. Úgy állapodnak, mint a hiénák majd a oroszlán királyból, csak így nyalják a szájuk szélét, hogy mikor jön a Depetris Dány. Én mindenhol nagyon szeretem az embereket. A Hős utca az necces. Amikor elmész azelőtt a blokk előtt, ami a Hős utca, az necces. Hát, mert necces kommunikálni ott.
Igen. Tehát, hogy az nem olyan állapotban szoktak ott lenni. Annyi tékem lenne ezzel kapcsolatban, hogy de egyiket sem merem megcsinálni. Ez egy no shame zone. Nem. Már ez a YouTube policy. Igen, tehát, hogy így valószínűleg bannolnának minket itt. Több minden miatt is, amit most így mondanék. De nem, mert... Ja, értem, Pisti, amúgy. Tékek. It is what it is. Guilty pleasure-ök. Nagyon szeretek fürdőkádban fürdeni, de hát nagyon ritkán csinálom. Jó szar. Izbázz meg, de fehér vagy. Visz az előző téma. Imádok berakni egy lásfürdővombát. Úristen, a lásfürdővombát. Egyre férfiasabbak vagytok amúgy, mert elismeritek. Amúgy de hát, a lényeg. Amúgy most ez most pont nem egy igaz rész, de hogy amúgy szerintem akik nincsen baj a szexualitásával, mert nem egy ilyen háttérbe jön, hogy mi ez, toxik maszkulinitás az, ami normális. Csak az a király. Hát jó, King, de te úgy vagy toxic maszkulin, hogy közben, miközben... Én annyira vicces lenne tényleg coming out-olnék 10 év múlva ezek után, tudod, így bazzag, így what, micsoda. Itt volt a szemünk előtt vég. Még mondta is többször. Viccelek. Ezt imádtam most, hogy... Majd meglátjuk 10 év múlva. Azt láttatok, hogy a Casillas ugye volt... Ez csak vicc volt elvileg, nem? Igen, volt spanyol válogatott... Kapus. Kiírt a Twitterre, hogy buzi. És hogy így úristen, azok a Casillas izé coming out, az mekkora respekt, meg ilyenek. És kiderült, hogy a volt csapattársa írta neki ki ezek Twitterre, ez mekkora csalódás, mert hogy mekkora ilyen... You got pranked, bro! Ez konkrétan ugyanezt csináltátok velem Facebookon 12 évesen. Én nekem van egy olyan tékem, hogy szerintem a focisták, azok így tehát lehetnek válogatott focisták is világszinten, szerintem konkrétan 12 éves férfiak szintjén vannak. Hát amúgy legesett benne. Hallottad már mondjuk egy interjúban a... Én nagyon remélem, hogy nem adnak interjút, mert... Pont ezt beszéltem oda, hogy amikor volt a Ice Bucket Challenge, akkor a 50 Cent az úgy csinált Ice Bucket Challenge-et, hogy kihívta, ugye mindig kell hívni valakit, kihívta Floyd Mayweather-t, ugye Floyd Mayweather milliárdos boxoló, hogy ne vizet öntsön a fejére, hanem hogy olvasson el a Harry Potterből egy oldalt, és ad neki 500 000 dollárt, vagy valami ilyesmi. És nem csinálta meg a csávó, valószínűleg nem tud olvasni. Nem maga biztos az elég olvasása. De ez konkrétan, amikor volt a Conor McGregorral az a meccse, akkor ugye minden ilyen nagyobb meccs előtt megy ez a shit talk, és a... itt ennél a, vagy trash talk, bocsánat, az trash talk. Trash talk. És ez megy a trash talkolás, és a Conor McGregor ugye feketőves trash talkoló, és hogy pont ott a Mayweather-t egyfolytában ezzel basztatta. Hogy nem tud olvasni. Hogy nem tud olvasni, és hogy valószínűleg tényleg amúgy így gatya, tehát hogy így mondjuk így tud olvasni, de hogy így úgy olvas, hogy kukola. És azért ez nagyon nevetséges, úgyhogy amúgy meg egy világbajnok boxoló. Hát, Karfi arra van verve a füle, valószínűleg az agya is egy kicsit kapott, nem tudom, ez biztos ilyen. Benne van ez is. Ja, de Karfi arra van verve az agyad. Hát még. Olyan te Karfi olagyú. Mekkora oltál. Hát jó. Ütös. Mi volt az eredeti kérdés? Ja, nem tudom. Guilty pleasure-ök. Van még valaki, akiben maradt valami? Szerintem az egész GRDG egy nagy guilty pleasure. Fanny, te hogyan éled meg azt, hogy GRDG admin vagy évek óta nálunk? Tehát, hogy itt gyakorlatilag itt nőttél föl. Meg ez bűjtjük ki azt, hogy az internet fém, az neked az milyen volt? Most már, hogy így évekkel ezelőtt. Most már te vagy a BoJack Horseman-je a GRDG. Bocsi. Nem láttam még teljesen. A BoJack Horseman. Igen. Hát, ugye, hogy... ahhoz kell egy lelki állapot. Nem, hát fiatalon nagyon-nagyon híres volt, aztán kiöregedett, és maradt az a fém. Ez volt az analógia, de csak vicceltem. Persze. Hát figyelj, volt egy kellemetlen része. Nem tudom, amúgy lecsengett, nem tudom. Kezdtelni? Így a vége felé közeledve? Jó, adom. Király, mi volt a stúdióban itt lenni? Tetszik? Jó ez olyan, a fincszer. Olyan basic kérdéseket kérdeztek, hogy így jó. Jó. Van még valami téma? Amit nem mondtátok el, hogy milyen nyugdíjasok lennétek egyébként.
Ja, tényleg. Én az a fajta nyugdíjas lennék amúgy, aki... Aha. A kurva szádatban. Ezért nem mondok el semmit soha. Tessék csak. Én az a fajta nyugdíjas lennék, aki így nyomná azt, hogy így nézzétek, konkrétan ugye volt az, hogy Pisti nem biztos, hogy megmutatná a paceköcsit a legelején, ezt mondta, de aztán utána gondolkodott. Én az a fajta lennék, hogy így már mindenki mondja, hogy ha papa engedj már, lőnő, már csak másfél óra van a podcastből, még nézd meg ezt még gyorsan. Forszolod az unokát. És nem akar semmit, és mondom, hogy jó, cserébe nem mondom el anyádnak, hogy fogalom, a pisi fiókot. Nem mondom el a pisi fiókot. Nem mondom el. Hogy herbálozom. Tekerem neki a herbálos cigit, mert szebben tekerek, mint az unokámmal. Fú, bazzeg. Hát én valószínűleg... Én tekernék az unokámnak egy herbálos cigit. Valószínűleg gondzsáz. 16. szülinapjára. 6. Szippasd meg, fiam. Időben kell elkezdeni. Ez a Buffalo nagypapa lennék, tudod, ilyen hatalmas... ilyen rastafári formával válnék addigra. Az zsír. Én mondjuk azt így szub... beszélnék, hogy így wagwan! Én a rasta szubkultúrát kifejezetten utálom amúgy. Miért? Ocsmány. Undorító. Micsató. Oké. Okay. Fanny, van még mondani valód? Bármi. Fanny, milyen volt velünk ez a mai nap? Hát fáj, hogy rájöttem, hogy nyugdíjas vagyok. De miért fájt? Ráébresztettek valamire. Fogalmazzunk így. Ez tényleg egy ilyen elmélyedős podcast. Ez egy önreflexiós podcast. Te mire jöttél el magadra, apja, arra is kíváncsi? Király vagyok. Helyes. Az vagy. Aha, köszönöm. És te, Pisti? Be kell pináznom. Minél előbb. Csajok, írjatok Pistinek. Én arra jöttem rá amúgy, hogy nem tudok beszélni. Uh-huh. Erre jöttem rá nagyon ma, illetve arra jöttem rá, hogy nagyon jó volt így négyen is, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt voltál, Fanni. Még nem mondom, hogy egyből most le akarom zárni azért ezt a podcastet, de nagyon örülök, hogy te voltál az első vendégünk, szerintem tök jó volt az összhang közöttünk. Én is nagyon örülök. Közönség go crazy. Wow, aki nem tudja, mondja, a podcastot élő közönség előtt vesszük fel amúgy. Igen, ott pont nincs kamera egy se, de így kb. 200 ember hallgatja éppen, hogy beszélünk itt. Legalább. Ezért van lámpaláz. Illetve, Fanny, el akarod mondani, oda nézve a közönségnek, hogy hol követhetnek minket? Minden rész végén elmondjuk. Csak mondj dolgokat, minden platformon követhetnek. Kövessetek minket Instagramon, a srácokat külön-külön Twitteren, Gérdegénésen oldalon Facebookon, a csoportokba lépjetek be, Gérdegi Valhala, Gérdegi... Elég most ennyi szerint. Várjátok fel valamit amúgy? Nincs még. Hát akkor csak ott, meg a mentőcsónakba is egyébként csatlakozzatok, mert hát és YouTube-ra? Oda ne, tehát... Aztán kurva, de szerint! Ott ték? Hát itt vannak, nem? Vagy a Spotify-on? Ja, igen, ott is. Ja. Csengőcskét nyomjátok be. Ezt akartam hallani, csengő, bazd meg! Csengő! Csengőt. Csingling! Csingling! Rendesen becringeltem. Oké, és... Hát... Ti még valamit hozzá akartok-e tenni, vagy zárjuk már le a faszomba? Zárjuk le, és vegyünk fel egy YouTube videót. Oké, és hát akkor srácok, sziasztok, én Krisz voltam. Én Pisti. Én Api. Én Fanny. Yeah!